your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 4:07 múlt, pontosan egy perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello gyerekek, hát nem is tudom, olyan sötét van kint, mintha október lenne. Ez szörnyű, szörnyű ez az egész, ami van kint. Szakadó eső volt az M7-esen. Igen, ne már csináljátok már. Tényleg. Francba. És ez a 16 fok sem tűnik 16-nak a szél miatt, ami van, úgyhogy hát ezt mondták, ezt a hidegfrontot megérkezett, úgyhogy tessék jól fölöltözni. Napközben 22 lesz. Hogy elment ez a nyár is, mi? Végén, a fehérnél egy árnyal attól sötétebb leszel, úgyhogy csak óvatosan a napfényel megcsípasztál. Csak annyira akarom, hogy a kis fürdőnadrágomnak így a szél az így bele. Síkja. Igen, meglegyen. Bepirosodjon körülöttem. Ákos azt mondta, hogy ma még 30 egyébként, hogy egy napot megint csúszik. Hát, és hát fiatal még előtt az élet. Persze. Igen. Jobbra 30, balra szerintem már nem 30. Tehát az nyugaton már messze nem 30. Aha. Keleten még lehet, mert hogy arra felé megy. Miért mindig onnan jönnek a frontok, ezt észrevettétek? A rothadó kapitalizmus ránk küldi. Miért nem ilyen rendszer úgy, hogy keletről megy nyugatra? Az osztrákok küldik. Tényleg mindig az van, nyugaton megérkezik, bejön, átmegy, keleten távozik, nyugaton már hideg, keleten még meleg. Miért nem ilyen rendszer fordítva? Miért mindig balról jobbra jön? Kérdezzük meg az időkép meteorológusát. De tényleg, tök érdekes. Most jöttem rá reggel, és óriási felfedezésnek tartottam, és annyira boldog voltam, hogy erre rájöttem, hogy mindig balról jön. De le is álltál, egy picit kiraktad a vészvilogot, és fújtam egy, és azt mondom, és így csak 6 óra 2 bali, és te már megint rájöttél valamit. Öcsisajt, megint. Megint felfedeztél valamit, amit eddig senki nem vett észre. És van a vége? De tényleg nem vetétek észre, hogy nyugatról jön mindig. Mi a meteorológiai oka ennek? Szerintem óceán, ami nagyon messze van tőlünk, de onnan elindul, mert mindig azt mondják, hogy óceáni légtömegek érkeznek. Igen. És az Atlanti óceántól jön. Szerintem igen, igen. Az elindul, és utána már ugye nincs megállás, meg onnan még jön a többi is, tolja egymást, mert mindig ez a duma van. Óceáni légtömegek úsznak be Európa fölé. És akkor azért jön, és azért jön balról. Igen, mert ott van az óceán. Igen. Aha. Igen. Az oroszoknak nincs ilyenjük, vagy hát a másik hát oldal. A másik, igen. De az meg ott meg akar az Urálba, vagy nem tudom. Vagy a Kamcsatkai félsziget. Na, az már kicsit. Vagy a Szibériából szétterül. Ugye? Az óceán azok. Óceán azok. Ki látta hosszú Katinkát? Jelentkezem. Élőben? Hát, én nem bírtam. Igen, gyerekek, én sem. Hány korúszok? Azt mondja, hogy én 4:20-kor keltem, hát olyan 4:29 körül. Tehát, hogy ott ültem, nem kívánom senkinek azt, hogy úgy jöjjön végig egy döntött, mint hogy én ültem végig, rájöttem, hogy engem ezek ébresztenek fel. Olyan szívdobogásom volt reggel, majdnem ott maradtam. Én nem bírtam, sajnos, pedig annyira szerettem volna. Nagyon nagy volt. Hát nem volt olyan, mint a 401-es, tehát hogy nem volt az a mindenkit elsöprő, tudod, ez a nyugodt, hátradőlős, ja, hát már, hogy hívják, már felénél tudod, sőt, már az elején tudtam, amikor beugrott, hogy ez meg lesz, azért ez ennél szorosabb volt, ez a brit lány azért a jövőben még okozhat meglepetéseket, meg hát tényleg az van, hogy a végén olyat látunk, amit viszonylag ritkán látunk hosszú Katinkával kapcsolatban, elfáradt. Igen. Tehát, hogy jó volt, hogy ezt a pillangot beáldozta, mert hogy itt azért lehetett volna egy vaskos meglepetés, hát így meg, ugye azért az aranyat nem kell magyarázni, beúszta ugye a harmadikat, és csodálatos teljesítmény. Hát, miért utoljára Egerszegi úszott Barcelonában? Tehát, hogy az elképesztő. És csodálatos teljesítmény. Még egy biztosan van benne. Mit úszik még? Azt kimondta, hogy biztosan van. Hát, mi hiszünk benne, de hát, hogy... Nyilván nincsen, hogy biztosan, az olimpián meg főleg nincs, de ugye mindenki, hogy 4 aranyő, azt meg tudja csinálni. De milyen van még? Nem tudom, hogy van még valami? De még valamiben ő megy, nem? Igen, szerintem az hát lesz. Vagy a hát, igen. Igen, talán 200 hát, nem vagyunk, nem 100%-ig biztos, bocsánat, hogyha tévedek. Az még egy picit odéban, de egyébként addig még gyorsváltó is lesz, még ma lekezdődnek az előselejtezőkben, még akár ott is, de hát a fene se tudja, meglátjuk. Úgyhogy azért nagyon oda kellett tennie magát. Le is nyilatkozta, hogy amit lehetett, azt elrontott. Hát, tényleg? Csak így rontsunk el mindent. Milyen érdekes, hogy laikus kérdez az ember, mennyire nem látja. Azt mondta, hogy mindent elrontott, amit csak elronthatott. Hogy ez most neki most így nem annyira feküdt ez a dolog, olimpiai csúcson nyerte. Na, hát ez sérül a mondod aranyjal a nyakadból. Igen. Ilyen rosszul még életemben nem úsztam. Nagyon kikaptam Séntől, mindent elszoktam. Nagyon csúnyán beszélt vele. Jó, mondjuk a Séntuszúból össze lehet majd rakni az olimpia végére, szerintem egy nagyon jó kis videót, ahogy ő örül, úgy nem örül senki. Hogy végig szurkolja, üvölt. Nagyon
melső biceps pózok, nyelva, a szegcsont ígér, mutogat, őrjön, ugrál, fantasztikus a csáv, grimaszol, tehát hogy egészen... Lehet, hogy jobban elfárad, mint igen, a feleség. Amikor, de láttuk az ellenkezőjét, és amikor nem nyer, akkor meg rúgdos, kiabál, üvöltözik, fú, nagyon kemény. Egyszerű. Még egy kamerát nagyon... külön rá kell állítani. A pali nem egy egyszerű. Kellene csinálni egy ilyen séntuszúp, egy ilyen osztott képernyős, egy kicsit ilyen 24-es. Séntuszúp, másokon egy Gyárfás Tamás. Mit csinál az egyik, mit csinál a másik, amikor rosszul Katinka úszik. Ott volt megint Tamás. Kit érdekel? Ja, nem is mutatták. Te biztos tapsolt, örült, szomorú? Aha, persze, nem tudjuk. Nem is tapsolt. Így van. Úgyhogy, tehát csodálatos teljesítmény, egyszerűen fantasztikus. Igen, és most újra nagyon jók vagyunk az éremtáblázatban. Bizony, harmadikok vagyunk, és nagyon tényleg tiszta szívvel gratulunk Ausztriának. Hogy állnak? Sehogy. Sehogy? Azt nincs tudod, semmi. Ma nem megint lehet átmenni a határon. Aha, akkor igen. Biztos lehet jó, menni, hogy megint ellenőrzés. Így van, ezt tudod, miért kapjátok? Igen, én a vívónkat nagyon sajnálom, szegény, olvastam el egy nyilatkozatot, én tökre értem, hogy miről beszél. 14-10-ről kikapni, az azt mondta, hogy 40 év múlva is vissza fog köszönni ez az este, igen, neki, vagy az éjszaka, vagy hát nekünk éjszaka, neki nappa, én azt tökre megértem. És 14-10-ről az üst vagy. Olimpiai ez is vagy, és az, hát igen, ami tulajdonképpen jó, de hát de nem azért mentél. És egy kettős találat is elég lett volna, vagy bármi. Így és ki följött a talán dél-koreai, vagy nem tudom. Az. 15-14, vagy 16-14-re végül megnyerte. Hát az, amikor már csak egyet kellene betalálnod, úgyhogy végig. És bármi elég, hogy egyszerre vagy. Egy kettős is elég, bármi jó. És volt ott ugye 13-9-es vezetés is, de Imre Géza csodálatosan vívott, tehát hogy fantasztikus volt, aztán jött ez a szemtelen koreai kisrác, és 20 éves. És 14-10, amikor már ott vagy, mász a dobogó, már hallod a hinusz, már nyakadban van az érem, és akkor 5 találatot bevisz együtt. Jó, azért persze neki is egy nagy tapsz, fantasztikus, lehet, persze, hogy ő is egyébként egy pár nap múlva már nagyon fog örülni ránk az ezüstnek, mert az egy csodálatos teljesítmény így is, úgy is. Hát, szokták mondani, ezek sokáig megmaradnak azért. Meg, hát ezzel meg álmodni fog még egy pár szor. És ráadásul így, hogy ennyire ott állsz, érted, hogy 4 találattal vagy előre, 4-gyel és 1 kell csak ebben, mert hogyha egy nagyon élesben mész el odáig, hogy ezüst vagy, akkor azt mondod, hogy figyelj, megszenvedtem, érted, toltam, amit lehetett, nem volt bennem több. De így, hogy, hogy egy picit, azt, mintha azt látszott volna, hogy megijedt volna ettől az egésztől, hogy már csak egyet kell ott szúrni. Ez kemény. Nem lehet persze megfejteni innen, meg főleg nyilván ő tudja majd megmondani, ez mi történt. Hihetetlen nyomás lehet. Hihetetlen nagyon nyomás lehet. Az ember, hát erről tudna mesélni, hogy a Bárdosi Sanyi, aki szintén hasonló körülmények között veszíthet el egy olyan döntőt, aztán soha többet nem is jött már össze neki sajnos a történet. Tehát, hogy igen, hát sokan azt mondják, hogy nagyon, eddig is nem nagyon. De hát ott volt még a Kenderesi Tomi, tehát őről is mindenképpen. Phelps, meg én mondtam, hogy mit csinál a Phelps. Mondtam, hogy altat. Én mondtam. Én annyira tudom azt a csávot. Igen, igen. Altatott szépen. Igen, de hülyére vett mindenkit. Tehát, lesz utána. Hogy ugyanakkor meg nem egy űridővel nyert, hanem egy olyan idővel nyert, amit egyébként, hogyha mondjuk a Cselaci tudja hozni azt az időeredményt, azt amit az Európa-bajnokságon, ugyanebben az évben Londonban úszott, amivel egyébként Európa-bajnok lett, akkor rommá veri az egész mezőnyt. Tehát, hogy a Phelpsnek igazából ez nem a legjobb úszása volt, sőt. Ezt tudod, ez a nem a legjobb. Igen. Most, tehát, okay, persze. Hát, na, viszont, ha ő volt a legjobb a medencébe, akkor ő volt a legjobb. Hát, tehát, hogy igen. Én tudtam, hogy altat a csávó kicsit, mindig ezt csinálja egyébként. Tehát ő egy nagy középutamos odaérőképpen. Majd most meg lesz Phelps, aztán utána meg nem lesz meg. Meg nem soha. Utána meg nem lesz. Viszont a Kenderes ugye 19 éves. Azért nagy dolog, még nagyon sok van szerintem. 200-addal kapott ki idézőjelbe egyébként a második helyezett Japántól, és gyakorlatilag egy rossz benyúlásról volt szó. Tehát, hogy egy jobb berúgaszkodás, egy jobb benyúlás is ezüstémes, de ettől függetlenül úgy örült ennek a bronzéremnek, mintha megnyerte volna. Megnyerte volna tényleg a döntőt, és aranyérmes lett volna. A srác fantasztikus, iszonyatosan jól nyilatkozik, de most is mondta, hogy hát, egy kicsit elfáradtam, jó lenne néhány sajt buresz. Csávó, nagyon jó. Nagyon azt, azt szokták mondani, hogy két rossz helyezett van, a második, meg a negyedik, mert a negyediknél pont lemaradsz a dobogóról, ott meg aranyról, neki a bronz jött be, ott áll a dobogón 19 évesen, és bennem van még olimpia, igen, tehát 19 évesen. Akkor sehol nem lesz, így akkor már van. Csak a bézékben lesz a bédekben arany oldalakon, hát, meg a nagyon, nem tudom, azon miért nagyon az almanahokban lesz benne. Hát nagyon, hát most már összehangolni a 20. aranya is megvolt. Na mindegy, jól állunk, ez a lényeg. Jól állunk. Most a Katinka akkor az 3x30 millió? Vagy 3x33 millió? Igen, plusz az apró. Az akkor egy százast összeúszott itt. Én azt gondolom, hogy megérdemli. Meg, be, hogy ne vedd. Szóljon, vigye. A százaskát azért egy hét alatt összeúszol, az rendben van. Jó, nem? Az. Hát 20 év alatt úsz. Mindig azt szoktam mondani, hogy bár igen, egy hét alatt ment le, de azért 20 évet beletettél. 20 év alatt úsztad, összedész. Igen, igen. Fantasztikus. Fantasztikus. Tényleg le a kalappal előttük.
Úgyhogy hát ezek csodálatos eredmények, akárhogy is nézzük. És akkor még hátra van még egy rakás olyan szám, ahol kinéz még az érem bővel. Hát kajakkenúban ott is mi lesz. Jók vagyunk. Kozák Danutának én nagyon-nagyon szurkolok, tehát hogy egy óriási. Ő gyakorlatilag a saját sportágban ugyanez, mint a hosszú Katinka úszásban. Akkor reméljük, hogy azért a vízilabdában is valahova odaérünk jó helyre. A görögök ellen játszunk? Én nem néztem meg a mai etapot. Azt gondolom, hogy velük. Igen, nem tudom. Igen. Nem tudom. Lányok nagyon szépen mutatkoztak be Kína ellen, úgyhogy meg is szerezték az első győzelmünket vízilabdában. Hát ezek fantasztikus dolgok. Tényleg öröm nézni őket. Na mutatjuk gyorsan, mi történt velünk tegnap. Juli volt itt nálunk, úgyhogy megmutatjuk az ismétlést. Jó. Hogy állunk játékkal? Azaz! Szerintem. Nagyon jó, kifejezetten van, mert ide kettő. Én tegnap nyertem egyet, azt tudom, de nem tudom, mi volt hétfőn. Akkor Jani nyert. Kedves hallgatóim, szedjétek össze magatok, nagyon osztrák a formátok. Nagyon, nagyon csúnyán álltok, gyerekek, ez a helyzet. Nagyon csúnyán álltok. Nem csehülök, osztrákul. Úgyhogy írjon, aki játszana. Jó, mi mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap, aztán jövünk az ismétlés és a hírek után. A tegnapi adás legjobb pillanatai. A történet rettenetesen bizarr és furcsa volt, hogy mi ott állunk. De utána volt páros gyakorlat, hogy akkor most próbáld ki ezt a partneredben, Józsikával. Aki ott állt mellett, egy kicsit túrta az órát, és ette a téli szalámi szendvicset, hogy mondom, jó, mikor próbáljuk ki, mikor próbáljuk. Semmi, végignéztetek egy ilyen félnyomorult, ilyen kis nem izgatást, és utána mindjárt hazamegy. Ez hát te milyen vagy, bakker? Egy ilyen félerotó termékben mutatott, végignéztetek Brikivel, aki ott feküdt, mert nem tudta, hol van. És a hapsikért, hogy mit csináljanak? Ez zavarodott a beszélő Brikivel. A hapsik voltak egyébként sokkal nyitottabbak, mint a nők. Azt láttam, hogy a hátsó sorban volt egy párocska, akik már ettől az egésztől nagyon beindultak, mert ott a pasi egyfajtában gyömöszölte a nőnek a nyakát, meg a hátát, meg már rázta a haját. És neki döntött a Leonel. Neki döntött a Lambériának. Szóval, hogy ők már ettől az egész bemutatótól jó hangulatba kerültek, de igazából itt ennek nem az volt a lényege, hogy akkor itt most ezek után akkor láttátok, mit kell csinálni, és akkor mindenki keressen magának egy párt, és akkor próbáljátok ki magatok, hanem magát a gondolatiságot, a technikát akarták megmutatni, hogy akkor otthon ezzel tehát meg ideologizálták azt, hogyan kell idegen embereket pettingelni. Tehát, hogy ebben nincsen semmi. Tehát, hogy ennek a lelki része, hát hagyjál már. Mi az, hogy a ezek kóklerek. Ezek kóklerek. 30 embert levettek 10.000 forinttal, hogy pettingeljenek egyet a színpadon, a mit sem sejtő Brigivel, a teljesen kókler Brigivel, nem? És akkor egy elmagyarázat, megideologizáltak ezeket, és elmondták, hogy egyébként igen, mi az a másik sík, ami mozogsz ebből a bizonyos, hogy mit fogsz, nem, semmi. Tehát, hogy, de van igazából a tantra, meg van a kundalini, meg van a szexuális energia, ami felébreszthető bizonyos jóga technikákkal. De hát ezzel a félbolond Vikivel, meg a szerencsével. De most miért félbolond? És az is fura egyébként, hogy neked nem esett le, Júli, amikor odalépett hozzá, de egy ilyen srác, és azt mondja, hogy Lajos vagyok, targoncás, a nagyban írott földelnél vele. A kedvenc bici mackos boxer alsomba rajta, felmehetek virágba. Egy kicsit tigrises. És azt miért nem mutatta meg, hogy a férfiakkal mit kell csinálni? Mondta, vagy legalábbis mutatta, de hát azt csak Brigin tudta bemutatni, mert hogy Pasi az nem volt, akin lehetett volna demózni. Igen, és a Brigi végén felállt, és azt mondom, aki nem látta valaki a ruhámat, mert azt közben ellopták. És akkor most megkapom az ajándékedény készletet. Egy bugyiba ment ki a busz megálló, és máig sem ért, hogy ki volt az a fura nő, aki a bugyjába matatott. Egy kis rövidű nyáriúba volt, százszor szépen kell, nem lát esetleg valaki? Szeretnék hazamenni, ha már teflon nincs. Lehet napot a ómoldi. Jó, ekkora ilyen félművet közhelyparádé, nem? Magányos látensek kitalálnak magukat egy tanfolyamat. Figyelj, nyújj be a bugyimba. És mit mondogass a közben? Figyelj, hallottam ezt az ómot. Mondd az ómot, az mindenhol beválik. Mi az? Mantra? Nem mantra? Ne, elektromos ellenállás. Mondd az ómot, kicsit nyújj be a bugyiba, gomboljunk rá, rúg 3 kiló délre, otthon vagyunk, eszünk valamit, 2-kor már fekszünk a Palatinuson. Nem? Úristen! Ezért tart itt ez a spirituális ébredés, mert rengetegen félre mennek. A Rezső otthon nem enged semmi, de átítélt. Jön ez a sok hülye sznob, ezekkel bármit meg nem csinálunk. 30 ember, figyelsz, 3 kiló meg vagyunk, nem? Csinálunk egy ilyen féltantra, valamilyen ómeditációt, felmész gyertyába. Kimutatsz, János.
De akkor legyen a János, ha beépített ember. Igen, és akkor János. Igen, megjön az ászakából, jön ott, uram, jöjjön fel a színpadra. Te választasz nekem egy parter, tetszőlegesen, majd mutatom egy ilyen, hogyha egy lézerfénnyel, tudod, így oldalról, tudod, megjelölöm neked, hogy kit választottam aznap. Felhúzod a színpadra, érted, én matatok rajta, hómozok közben meg. Jön 30 félbolond, lerántjuk őket 10 000-re, előadunk ott valami mantrázok, én neked kettőt, így csinálunk egy ilyen transzcendentális meditációt, mert az mostanában nagyon jól hangzik, úgyse tudják mi az. Róla. Nem néznek utána. Utána osztozunk. Kettőre már benn vagyunk a hullámban. Így van. Két hét alatt meg lesz az elektromos a robogó. This is Previously on Morning Show. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor. Morning Show. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 9 perc, múlva pontosan 7 óra álló mindenkinek. Azt nézem, hogy van egy friss közlekedés, írunk M0-as M3-as irányában a Cinkotai lehajtó előtt mérnek a rendéberőrei. Várdon belterületén a Bátaszék felől érkezőket mérik, és Pécelnél is van egy trafi, az M0-as és a Péceli kereszteződésnél. Ezt pedig Kristóf küldte nekünk, köszönjük. Ez az elégedett, a Teának szólt, vagy Pécelnek? A Tea egész jól sikeredett. Nem én csináltam, de Pécel. Tea, egész jó. Egész jó. Nincs rossz. Ha már nem tudok kávét, mert nincs tej, csak mondom. Tudom, és nincs kávése. Kávése, úgyhogy ne hagyjad, engedd el. Az volt, hogy Laci ígért tegnapra mindent. Ez nagy baj. Azért nem vettünk, mert Laci azt mondta, hogy elmegy, és hoz. Aztán nem ment el, és nem hozott. Reggel volt egy halvány próbálkozás a környéken, de hát reggel fél hétkor semmi nincs. Meg csak mondom, én még tegnap tudtam inni, tegnap még volt. Mert én is tért, vagy hogy hívják, ott kókusztejt is tudtál inni, csak ezért kimentem, aztán láttam, hogy megint így, tudod így, ja öntök. Tudod, így meg, a felénél így megébredt, azt kiöntötte majdnem az összeset, ami a dobozban volt, amit kimentem, azt is nekem nem is maradt semmi, nem, de nem baj egészségedre. Remélem jól esett. És akkor most kihoz kávét, jelöljük ki? Laci hoz. Jön 10-re vagy 9-re, és akkor már lesz kávé. Tehát ha nem hoz, akkor elpopsizú. Bár nem értem, hogy miért jutalmaznánk. Ez is igaz, hogy most miért akarnánk neki jót okozni. Nekem innom kell egy kávét, én ennélkül nem vagyok. Gépi? Hát az annyira vacak, hogy aztán tel van cukorra, meg ilyen adalékanyag, azt nem. Örli, ez szemes. Igen? Aha. Örli? Örli, esküszöm, van örlős része. A kínai biztonsági őr. Örli. Foggal. Hihetetlen nagy kungfuarcos, karateharcos örli. Döbbenetes. Egyesen Vietnámból jött ideig örli. Na nézzük meg, hogy kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt. Ciao, hello. Halló, sziasztok. Szia. Kálmán. Szia. Kálmán? Igen, fehér. Hát a tűntott szó a nevem. Fehér Kálmán. Fehér Kálmán. Igen. De jó. Ez jó. Én sokszor hallottad azt a neveddel kapcsolatban, hogy mikor Kálmán. Ez a Kálmán, bármikor Kálmánt hallok, ezt mindig hallom, hogy ez hozzáteszik. Gyerekkorodban gondolom sokszor kellett hallom, meghallgatni. Mikorka. Mikorka Kálmán. Mikorka Kálmán. Na mi újság, honnan hívtál minket? Még egyszer? Honnan hívtál minket? Én most hát Szolnok-megyébe. Szolnok alakok. Én most indulok dolgozni. Szolnok? Jól értem, Szolnok? Szolnok, igen, és Debrecenben dolgozunk. Hoztam mindenit, és ez hogy? Hát ez nem rövid táv. Nem, hát 130 km. Napi túra, 4-esen azért az... Ez minden napos. Atya Isten, tehát oda mész, dobra dolgozod Debrecenben, és este jössz vissza, és másnap megint indulsz? Így van. Jézus Atya Úristen. Azért nagyon jó kell fizessenek. Köszönöm. Hát, igen. És mit dolgozol? Ilyen focipályát, műfüves focipályát csinálunk. Mondjuk arra most van igény. Az nem lesz. Arra most van. Mostanság abból sok épül. Viszont, igen. Talán egy kicsit több is, mint amennyire igen. Valójában lenne igény. Hát igen. És akkor a 4-esen mész, vagy hogy mész? Igen, a 4-esen. Hát ez mi ez? 2 óra? Hát másfél, nincs 2 óra. De miért kell ehhez elmenned Debrecenbe, csak Debrecenbe épülnek füves pályák? Nem, az országterületen bárhol, most itt van a... Hát igen. Itt van a munka. De jó, de nehogy azt mondtad, hogy ugye, Szombathelyen fogsz építeni, akkor oda is bejársz. Hát nem, ott van ilyen szálláson vagyunk, ilyen... Akkor elszállásolunk veleteket. Igen, és akkor nem járunk haza.
Tehát 130 km két óra oda, két óra vissza, az nem elég indok a munkaadónak, hogy szállást adjon. Hát milyen világ ez? De tényleg, nem? Hát akkor 12 órát nem vagy otthon, nap fele. Ezt képzeld el. Elmegy, kemény. Hú, kivel játszanál, Kármán? Tebered Balázs. Jelzem, csak csendben. Hogy tegnap nagyon jól járt. Nagyon jó voltam tegnap. Kinyírt. Hallgatunk minden nap. De ma még van esélyed, mert nem ittam meg a kávémat, és ilyenkor még szinte használhatatlan vagyok. Na, ez jó. Ez jó hír? Ez jó hír. Na, indítjuk az órát akkor, Jani. 3, 2, 1, fire. Itt vagy? Haló, haló. Itt vagyok. Hallasz? Rendesen? Haló. Hallak itt. Hallak. Allah? Allah. Azt mondtad Allah. Allah. Imádkoztál? Imádkoztam. Na mi újság, mesélj egy kicsit nekem, hogy hogy zajlik ez a pályaépítés? Hát úgy zajlik, hogy kijönnek a polgármester hivatalból is, az MLS-től, kitűzik a pályát, ahova szeretné a polgármester hivatal, vagy épp a iskola, vagy az óvoda. Úgy kijelölik a pályát, hogy hova kell építeni? Kijelölik. És neked mi a feladatod pontosan? Te mit csinálsz a munkafolyamatokban? A munkafolyamatban az, hogy először is kiszerem az ezt a talajt, ami... Markolóval? Vagy Markolóval? Mivel? Markolóval? Igen, igen. Micsoda áltatás! Óvatosan. Kicsi áltatás, kicsi kis szurkálás. És ahogy elkezdtetek szakmázni. Hoppá! Mindig arra viszem. Annyit akartam. Na jó. Tényleg kemény vagy, Balázs. Ne, az én technikám, hogy hagyom beszélni a hallgatót. Csak megkérdezek ilyen rövideket, mesélj nekem, barátkozzunk egy kicsit. Igen. Hogy zajlik ez a pályaépítés? Aztán majd meglátjuk, merre megyünk. Hát meg Kálmán meglepett, hogy ez is ért, nem? Amikor bedobta ezt a szakszót, hogy markoló. Igen. Akkor az a markoló, ez nem markoló amúgy. Azért lepődtem, meg azért zavarodtam be édesekkel. Hát ilyen. Végül is mindegy is, hogy miért, de kimondtad, úgyhogy... De kimondtam, az a lényeg. Úgyhogy beúsztuk a hetet, gyerekek. Ez az 3-0, srácok. Gratulálok. Köszi. Köszönjük szépen. Köszönjük. De egyébként nem voltál rossz. Jó se, de nem játszottál rosszul. Hát igen. Köszi, Kálmán. Hát jó utat neked, hol tartasz most éppen? Most indulsz? Én most még 15 kilométer lebezem. Jó, hát akkor már mindjárt ott vagytok. De jó Isten. Mindjárt vagyunk, igen. Hánykor indultál? Jézus, hogy is én attól kelek. Figyelj, és az utazás beleszámít a munkaidőben? Nyilván nem. Nem? Tehát nem. Tehát szó nincs arról, hogy ezt a napi 4 órát neked azt mondják, hogy akkor valamennyit számítsunk bele a munkaidőbe. Azt old meg, legyél ott. Épp így van. Szóljon a dolgot, és ennyi az igen. A Lokinak csináltak most valamit? Vagy valamelyik iskolának? Vagy a Kósának. A kertjében, a hátsó kertjében, egy gópája. Ez ilyen magánszemély most ez lényegében. Magánszemély? Hú, de laza. A magánszemélynek a házám mögé kért egy műfüves focipályát? Ez egy telep, ilyen telephely. Menő. Jó, hát. És egy ilyen baráti távolságnak csinál egy ilyen. Ja, hát az mindjárt más, ha 10 összefogtak. Na jó, van. A stadiont is építetett már magának valaki. Jó munkát neked. Jó, köszi nektek is. Köszi, ciao. Hello. Szia. Hey, be is ennyi, hát ennyi, hát ennyi gyerekek. Hát a... 3-0. Érem bizony a sorokat. 3-0. Így van. Jövünk a Tinka mi is. Igen. József körúton állnak a villamosok, pótlóbuszok járnak, Perec, köszi, hogy elküldted. Így van. Szolnok, Debrecen nem nagy táv. Én Örményes Győr minden nap 260 oda vissza. Na, ez pontosan ugyanannyi. Tehát, hogy ezt mondta a hallgató. Na, akkor induljon a licit. Így van, igen, de most akkor kettő, ő is 260-at megy. A Budapest Pozsony, a Budapest Prága és a Budapest München között ingázott kezékkel ölni egymást. Vladivostok Tokió vonalon közlekedek. Igen. Na, 1 perc 7 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk a hírek után. Öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 2 óra után 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Jó reggelt, hello. Hát nézzük itt Ferivel az úszásokat, meg minden nyilatkozatot, meg az Imrének a vívását, szóval, hogy az egész ennyire megrázó. Az ember ismétlés néz, és azon is izgul. Aztán látok hosszú Katinkát, brutálisat úszott, jöttek a cselaciék, hihetetlen jól ment végig, aztán az utolsó 50-en sajnos elfáradt.
Szóval még visszanézve, és mikor tudod az eredményt, akkor is képes vagy izgulni. Hát a lehalkítom, mert itt még üvöltenek a kommentátorok. A vívás, az 14-10-nél hát, imádkozol, hogy megváltozom igen. az eredményt. Igen, már tudod, hogy mindenki fog... odaadja, már tudod. Már tudod, hogy nem fog, meg kikapott. Már készítek. Hú, szegény. Szegény, és akkor Imre Géz a nyakába fogja kakasztani, már egyébként a kommentátor is azt mondja, hogy igen, á, innen már csak egy apró picike kis tus kell, és már meg is van Imre Géz olimpiai bajnok, és basszus is jön föl a koreai srác. Egy park nevezetű koreai srác, igen. Hát ezért. Ezért kéne lojalitásba eldobd a Samsungodat most legalább. Mindenképp. Vettél ennyi Samsungot, az a csávó félig belőled készült. Érted? Az belőled készült. Jaj, az a te pénzedből vert le minket. Igen. Apple-öd lenne, akkor nem tudott volna felkészülni, mert a Samsung ja. biztos nagyon támogatja a sportot. Várj, akkor nekünk meg Phelps-ért kell eladnunk. Jó, de Phelps érted. Phelps ott az van. Más. Ja, jó, ja, az más. Phelps ott van, nem tudom hány éve. Azt tudtuk. Számítottunk rá. Igen, na de Imre Gézen jön egy park, és érted, elveri. Hát hogy? Hogy? Ne egyetek többet almát. Komolyan mondom. Szegény. Hát dráma, szörnyű dráma. Szörnyű dráma. Na, azt mondja, hogy... Ne örülj, ne örülj! Nézd meg a tugrát, fúj! És hogy ugrál? Megint a koreai fiút mutatják, akiket megérdemelte nyilván innen visszahozni. És hogy nem fordul alá a bokája ugrálásként. Tényleg. Rohadtak vagyunk. De tényleg, komolyan. Miért csinálja ezt? Verjük meg. Hogy beri? Verjük meg őt. Mi van ma? Van ma valami jó? Hát lesz ugye a 4x200-as gyorsváltó a lányoknál. Azra szerintem mindenképpen érdemes odafigyelni. Á, ott akár még esetleg bármi történhet. Úgyhogy hát most így más nem nagyon. Hát Görögország, Magyarország, vízilabda mérkőzés, férfi vízilabda ugye. Hát azt kicsit erre billenek, akkor adom magunknak azért, de hát majd hát, látjuk. Én tudom, erősek a görögök. Meglátjuk meg, hát most, és ha megverjük őket, akkor igen. Hát ez olimpia. Volt már ilyen, ugye? Ja. Vertük a szerveket, aztán a végén meg viszontlátás. Azt sokszor láttuk már olyat, igen. Na, egy-két SMS azt mondja, hogy drága fiúk, Egérke a Barcelona olimpián csak 2 darab aranyat nyert, Rióban 1 arany, 35 milk, a többi oké. Drága Gabi bácsi, Egérke Barcelona 3 aranyat nyert egyébként, de semmi baj. Tehát, hogyha valaki okoskodik, akkor tegye úgy, hogy minket helyre lehet tenni, nincs ezzel baj. Csak amikor drága fiúk, Egérke ennyit és ennyit nyert, nem. Tehát, hogy most pont beállította a Katinka egyébként a barcelonai 92-es nagy olimpiáját az Egérnek. Amikor 3 aranyat nyert. Googli. Tessék? Googli, mielőtt ilyet írsz. Igen, de nincs ezzel baj. Csak igen. Az olda már régen frissült. Igen, 3 aranyat nyert egyébként. Így de van. Nézz utána, Gabi bácsi. Jó, és akkor 100, utána 200, 400, vegyes. Lehet újra okoskodni. Azt mondja, hogy Budapest-London nyomok oda-vissza igaz repülővel. De az nem durva, hanem az ülői útról bejutni a reptérre. Ez a durva. Ez a durva. Napja 700 km megyek csak belföldön. Az a smafu. El ezt Pisti érte nekünk. Nem, persze, de figyeljetek, azért ez nem egy verseny. Szóval most egy hallgató azt mondja, hogy sokat megy. És mi azt mondjuk, hú, az kemény. Az most nem kell egyből agyonverni SMS-ben, verbálisra, hogy na jó, mit neki, nekem sokkal rosszabb. Ez nem egy kinek rosszabb verseny, ez a Morning Show, nem? Kinek szarabb az életet. Mi versenyünket elindítjuk, tehát hogy ez, örülünk. De hát ez... És persze, akkor most még indítsátok el. Feldobja, ha az másiknak rosszabb. Igen, a saját autóval megyek, céges autóval, igen. Vagy busszal. Tehát akkor még azzal is lehet versenyezni. Hogy jó, én 130-at megyek, de busszal. Igen. Van, aki Makó és Jeruzsálem között inget. Igen. Az messze van, ahogy szokták mondani. Reggeltől estig hévezek, de ez a szakmám. Igen, messze. Igen. Na, azt mondja, hogy nincs egy kis édesítőtök? Hogy ne volna. Van kint. A táskád, a kint. Most egy új taktikát alkalmaztam. Mindent eldugsz. Leszitáltam, nem, leszitáltam egy ilyen 3-1-ben kávét, hogy ne legyen benne cukor. Most ezt csináltam. Mit csináltál? Mert tök igaza van Balázsnak, hogy ezek az előre elkészített ilyen 3-1-ben kávék, ezek azért elég édesek. Ezek és nagyon. Én sem nagyon kedvelem az édes dolgokat, már ebben a relációban legalábbis, és inkább mézzel vagy valamilyen jobb minőségű édesítőszerrel csinálom, úgyhogy szépen leszitáltam. Tehát te kivontad az előre elkészített zacsiból a cukrot. Igen, de azt lehet kapni cukor nélküliben is. De az abban igazad van, csak itt nincsen a szekrényben. Érted? Tehát, hogy ez... És volt egy ilyen kis szitád. Persze.
mi szépen akkor lesz. Minden táskában van egy szita. Feri, ezt nem így is értem. Minden valamire való, magára valamire adó embernek van a táskában egy szita. Ne zavarja meg, hogy szerda van, és nem szita péntek. Vagy szerelem csütörtök. Ma dob szerda van, gyerekek. Ma dob szerda van, úgyhogy ott mindig van egy szita. Komolyan, mert én újjászületik vadonjának akarok újjászületni. Ugye? Elmentem a rádióból, elkezdtem forgatni, este féltig forgattam, letettem az egyik gyereket, beájultam fél kilenc, ennek kávécitát. Na, hát komolyan mondom, egyszer lenne ennyi időm, hogy kávécitálja. Várjál, mi az összefüggés? Hát mennyi idő, hogy van, hogy milyen energiád van, hogy kávécitálsz. Hát végig megosztom a napot, erre te bejössz és elmondod, hogy kávécitáltál, érted? Én rizst válogatnék egyszer. Jó, de én nem vagyok a Morning Show padisahja, hogy ide adjanak nekem elé minden, nekem meg kell oldanom ezeket a dolgokat. Nekem is lenne egy ilyen udvar és egy szép feleségem, mint hogy van is egyébként csak otthon van, mint neked a Viki, érted? Át van szitálva a kávé? Átszitált a Viki. Nem, ő szájjal válogatta külön. Nem, ő belefúj csak. És három fele ment rögtön. Krémporral, kávéval és kristály cukorral. Igen. Na mi egy, de finom. Ahhoz képest, hogy gépi egyébként nem is annyira rossz. Na, azt nézzem, hogy mit tudok mondani. Értem, igen, hogy 2040 perc, de az nem volt bent. Na. Nem volt bent, igen. Nem azért citálnál, hogy jó, csóp, higgyétek el, csak most itt mi abból élünk, ami itt van. Értem. Elfogy a készlet, és akkor megy a pánik szerint. Így van. A cukrot citálás, pedig visszajöntöttem a kristály cukor. Baljál az automata előtt, kétségbe esetten nézeget, hogy mit tudna venni, amitől fölébred. Tehát itt vannak néha rendhagyó dolgok, mikor a készlet egy picit megfogyatkozik. Azt kérdezi, hogy aki az utolsót megissza, az automatikusan vesz. Ezt soha nem értettem. Ezt komolyan mondom, soha nem értettem. Miért nem ezt csináljuk? Hozzunk egy ilyen szabályt. Aki kiissza, az egyébként általában azt szokta kiírni, akinek semmi köze nincs hozzá, tehát hogy aki nem hoz bele kávét, és aki utoljára kiissza, az legalább jelezze egy SMS, hogy gyerekek, holnap nincs jöttek, ne lepődjetek meg. Hozzatok már kávét. Az a baj, hogy én a kocsában megfelelem a kókuszt, megráztam, tudom, hogy kicsi a menő, és inkább visszatennék. Ha választhatnék a napi egy kávé, vagy el kell menni venni, akkor ma nem megy, hogy ma nem megy. Mert olyan lusta vagyok. Tegnap tejszínetből loptam egyébként, észre se vetted. Mit? Tejszínetből loptam tegnap. Tegnap előtt volt a kókusz. Nem találtad az apelyhet, mert az dobozba volt. Azt nem találtam. Hogy jó, igen. És ezért tudod, mit csinált? Kiöntött három, de teljesen indokolatlan mennyiségű kókusztejet. Igen. Oda tette, de nem találta az apelyhet, úgyhogy ott hagyta a kókusztejet. Hát most mit? Nincse vissza, van töltsére? Elővettem a zabot, azt kevertem neki egyet, hagy örüljön. Érted? Ne veszem akárba a kókusztejet. Szitám töltsére, meg ilyen asztal alatt rejtett az apelyhemet. Én nyílt lapokkal játszom, én kirakom az asztalra az apelyhemet. Belőlem bárki vett. Ha elfogy, akkor ott hagyom a tejet, aztán majd lesz valami. Szépen köszönöm egyébként a rizsfehérjét, amit behoztál, és egy grammot nem ettél belőle, én minden nap fogyasztok belőle, köszönöm. Na hát tudod. Törődnöm kell a kis izmaimmal. Dobok azért én is dolgokat a közösbe, abszolút. Dobok a közösbe én is. Na, azt mondja, forró vizet csináltam a langyosból, kiengedtem a hideget, ír egy hallgató. Ott is van azért. Igen. Bari, hallgassátok meg a Polgár Peti új számát, nagyon jó, LSZ Pisti. Új száma van a Petinek, tényleg? Ez a Huna vonalra felfűzött? Nem, árulásra kérdezném, azt árulásra nem vagyunk benne. Hogy a Huna dal, meg Huna nyár után egyébként csinálna valamit Huna, mert a Huna Freki címmel is nem szólna nekünk, csak úgy feltenném. Vagy megint megcsalt minket a Hajdúval? Hát ott most már nem tud. Nem, ott tehát nem, ott ugye? Tudod, nincs műsor. Uh-huh. Petinek nincs műsora most. Nincsen. Nem is hallottam, nem is hogy történhetett ez. Te rohadék. Vidéki snapszom. Jézus, oh, ide is. Vidéki snapszom, de ez a izé. A Magnakum Lauda dal a biztos átírva. Ugyan átdolgozom? Na jó. Közlekedni akarok, de egyszerűen nem tudom elindítani magamat arra az irányba, hogy lökjek egy-két közlekedési hírt. M5-ös 79-es kilométer felüljáró trafi rendőrautót nem látni mellette. Szabi küldte nekünk, aztán József körúton állnak a villamosok, potlóbuszok járnak, négyesen Péterinél Pest felé két munkagép egyezkedik, ki volt a hibás, nincs torlódás, csak lassítja a forgalmat. Várdon belterületén a Bátaszék felől érkezőket mérik a rend éber őrei, és Pécelli felüljáróról mérnek, igen, ezt mondtam, Kristóf küldte nekünk, bepukkantod ide. Hallgassunk bele a Peti dalába, hát nézzük meg, persze, mit rittyentett össze. Adjuk meg az esélyt annak, hogy lehet, hogy jó, nem? Nagyon ügyes. Sokat nem adunk erre, de lehet, hogy ez jó. Valaki megírta a Makó Jeruzsálemtől a Sántit. Persze, ez humor volt. Köszönjük szépen az összetet. Én 10 éve nem tudok hozzászokni az SMS-eket egyébként. Szóval döbbenet, hogy néha mit értenek félre, mit hallanak rosszul, vagy mi az, amit nem értenek, nem? A Sántit, nem, az túl sok. Hát nem lehet. Az nem, hát Makó Jeruzsálem, azért az nagyon soknak tűnik. Igen. Az nagyon messze van. Ráadásul egyébként a Makot nem a településre utal. Tehát az eredeti mondás az nem ennek szól. Az egy személynév volt. Jó, de
neki a Sántit. A Sántit? Hát kiszámolta, hogy ez messze van. Annyit nem lehet naponta ingázni. A Tények Társaságától? Igen. A gyárfás tanítványok mind buktak ide. Egy hallgató, Gyurta, Jakabos, Cseh, csak Katinka. Miért lennének ők gyárfás tanítványok? De nem a gyárfás alatt edzett, ez az a szövetségnek a vezetője, meg az, hogy közben van egy edző. Tessék? Na, majd téged is belevetem. Hogy lehetnek? Ja, ti a tényleg. Vigyázz! Óvatosan ez, nem? Ebben nem megyek bele most. Valamikor azért én is megrettenek egy picit. Hallottatok mostanában valamit Lajcsiról? Mi van vele? Lajcsiról? Most állítólag megint valami rendőrségi ügy van. Ha mi történik Lajcsival? Kümitézik a Halastónál. Mondja el nekem valaki, vagy küldje el SMS-ben, azt nem olvasom. Hát csörögjünk rá, kérdezzük meg. Valóságshow-sztár lett? Lajcsi? Lajcsi, igen. Az egy, a hát nagy magyar valóság. Valamelyikbe. A szomorú nagy magyar valóság. Ha valakinek a tyúk szemére lépzelik, bevisznek a sitre. Ez egy nagy magyar valóság, Sobe Lajcsi részlet, igen. Eladod, nem adod. Nem szabad túl nagyra nőni. Édes azt mondom, vagy mi valami ilyen. Ezt meg is fogadtam. Jánosnak ezt már a születésén elmondták. Nem szabad túl nagyra nőni. Jó. Mert előbb-utóbb rálépsz valakinek a tyúk szemére. Nem, azt mondta, hogy jó, hával. Na de hogy van az, hogy még mindig nem tudjuk, hogy mi van? Szóval, hogy azért ez egy érdekes dolog, nem? Hát most majd kiengedték, most megint addig nyomoznak, ahogy, mert ugye az van, hogyha leültetek csak előzetesbe, ott mondani kell valamit, hogy mérülsz egy idő után, de őt most hazaengedték, tehát megint lehet nyomozni. Na de kellene, hogy előbb-utóbb megtörténjen a vádemelés. Amikor ugye Lajcsira úgy döntöttek, hogy szabad lábon védekezhet, nem hátráltatja a nyomozást, nem befolyásolja a tanukat, nem tüntetes senkit, nem tesz a láb alól, tehát szabad lábon védekezhet. Mi van ezzel az ügyel? Ennyire nehéz bebizonyítani, hogy lopott áramot, vagy fura. Ugye, hogy nagyon fura. Közben egy magyar közszereplő, akit szeretnek, akit kedvelnek, bent töltött előzetesben 130 napot úgy, hogy nem tudod, hogy valójában még mindig miért. Azért ez itt nagyon fura. Mikor kell mondani valamit a rendőrségnek? Hát, és illetve ha az van, hogy bocsánat. A nyomozati szakaszból átlép ugye a vádemelésbe. Már nem nyomoznak, hanem az, akkor az ügyészség megteszi a vádemelést. Nem fognak vádemelni. Az a legdurvább. Na, és akkor mit mondasz, hogy fizessék ki a 130 napomat? Akkor bepereled a magyar államot, vagy nem tudom. Igen, de ugyanakkor meg Lajcsidot is várnánk egyébként a nagy megfejtést. Tehát ő is azt mondta, hogy majd előjön, nem tudom, mekkora titkokkal, meg akkor. Volt egy júniusi időpont, hogy majd coming out. Így van, de aztán kijött, nálunk azért bedobott egy nevet. Azért nálunk bedobott egy nevet, igen. Az meleg volt, megkapaszkodtam a pultba. Ezt nem mertem volna így bemondani azért élőadásban, mert azt ugye neked akkor onnan, ez a bizonyítanod kell, mert megvádolsz valakit. Szóval... Én arra a beszélgetésre lettem volna kíváncsi, ami azután a névbedobás után történt kettőjük között. Tehát, hogy ki kit hívott fel. Nem, én az emberünknek az arcán lettem volna kíváncsi, amikor hallod a rádióban a nevedet egy országos kereskedelmi rádióban, hogy valahol Edzel vagy Gyurcs, és jön a Lajcsi, jó hallgatod, oké, a Lajcsi, csak bemondja a te nevedet. És így megáll a kéz is úgy dokkezetbe, tudod, leengeded, és elkezdesz telefonálni. Szóval, az kemény volt. Na mindegy, hogy érdekes dolgok azért ezek, nem? Hogy úgy nagy a csönd. Éli az életét, itt írják a hallgatók, hogy lesz Lajcsi koncert szombaton. Az oké, okay, gondolom, megy tovább, persze, fúj a trombitát. És akkor mindig elmondja. Megfúj egy-két Rolexet. Hát, hogy... Igen. Magasnak ezeket tapsoljatok. Megfúj egy-két trombitát, megfúj egy-két Rolexet. De például nyilván megy tovább, meg hát mi kedveljük, meg érti a humort, szereti. És csak fura, én ezt várom, hogy ebből azért úgy legyen valami. Na jó, van mindegy. Peti dalába belehallgatunk? Persze, mindenképpen. Hallgassuk meg Peti dalát, nézzük meg, hogy Polgár Peti, vidéki snapszom. Te annyira Petis. Hát cím is. Nagyon. Ha rossz, lekeverjük? Szerintem legyünk könyörtelenek, jó? De tényleg csak hallgatok miatt. Oké, na figyelj. Húzd le. Bánat folyik itt. Rendőrök. Én forgattak hozzá egy klippet. Ez nagyon szeszélyes jelentet, ezt tekerjük át, jó? Szeszélyes érszakok. Ezt tekerjük át, amíg el nem indul a zene. Medence partján Peti felébred. Egy házi buli után ezt látjuk, csak mondom. Hello, hát ezt a klipet akarta ránk erőltetni a izére, a Hunadalra. Na, hát ez egy ilyen Jolly Joker. Na, áruljunk el egy kis kulisszatitkot. Hát, ahogy látjuk, ez a Hunadalnak a forgatókönyve. Igen. Hát, hello. Mi láttuk a forgatókönyvben. Olvastunk. Igen, kísértetésen emlékeztet erre. Fölébredünk egy házibuli után, csajok fekszenek mellettünk, fürdőruhák szétdobálva, medence, és mintha egy álomból ébrednénk, nem tudjuk, hogy mi történt, ugye, mint a Másnaposok című filmben. Finoman mondtunk a Petinek egy nagyon diszkrét nemet erre, és
mondta Peti, se baj, átrakta a másik videóklipjét. Egyébként ezek teljesen dalfüggetlen storyboardok, tök mindegy, hogy hol forgatod le, meg melyik dalhoz. Bárhova, ez a Joker klip. Ez a Joker klip, messi át ezt a következő dalához. Peti nagyon költséghatékonyan nyomul egyébként. Na, most vagyunk 43 másodperc, és még semmi nem történt. Na most. Veszekednek egy kertben. Peti és egy ismeretlen eredetű asszonyság. Nem tudjuk ki ő. Eredeti. Finom kis vidéki bigékre. Itt a kasza csak a füvet vágja. Ezért nem lesz sok ezer lájkja. A kaszás sor szerintem az kifejezetten jó. Igen, az betalált. Az betalált. De amit nekünk csinál, az általában színvonalosan, mert itt vannak elvárások. Így. Nem, rajtunk nem megy át akármi. Tehát mi visszadobjuk. Itt nem volt, aki visszadobja. Itt önmaga főnöke volt, itt nem volt, aki visszadobja. De kellemes. De jó hangulatú dal egyébként, nézzétek meg. A YouTube-on már 7900-szor valaki meg is nézte egyébként. Na jó, jövünk vissza mindjárt, és arról beszélgetünk, hogy megint eltűnt valami. A munkahelyünkön keresünk egy kollégát, elmondom majd az ismertető jeleket, jegyeket, hogy lehet ezt a kollégát megtalálni. Ugyanis rendeltünk magunknak valamit, és kiderült ma vagy tegnap, hogy ezt valaki a portán egyébként felvette. Azóta erről diszkréten hallgat, de megtalálhatjuk, hogy ki volt. Ugyanis le akartunk tesztelni egy bizonyos terméket, és ezt valaki felvette a mi nevünkben a portán. Na, és azóta... adom nekik. Biztos, hogy idem. Nem, írom alá, hogy én vettem át. Most egy kicsit olvashatatlan. Igen, és azóta használja, és örül neki, úgyhogy tolvajt keresünk nem sokára megint. Ez előbb a persejünk most ez. Mi van itt? Szétlopják a céget? Ezek a régi beidegződések. Én már sok mindenkire gyanakszom, úgyhogy nem sokára elmondjuk, hogy mit történt. De előtt Ákos a legfrissebbeket mondja. Mi újság, Ákos? Valami érdekesség, rendellenesség? Minden rendben van-e az országban? Nagyon szépen köszönöm. Minden a legnagyobb rendben. Ha meg nem írjátok. De én nem voltam tegnap. Hát nem észrevettük. Csak akarjuk mondani, hogy a szabadságodat meg a pihenőnapodat szombaton. Muszáj kérni, mert miután annyi gyerekem van, hogy meg se tudom számolni, azóta megszaporodtam. Az ország lelki nyugalmának érdekében nem tudná hétvégén elmenni szabadságra? Hétvégén nem lehet szabadságra, ez a baj. Ja. Akkor tudná nem menni szabadságra egyáltalán? Mert hogy ez egy lelki terhelés, ami mi átmegyünk ki. Tudsz jönni velünk? Más személyiségek dolgoznak. Ja, de tényleg el kéne már döntenet. Úgy, de diszkréten jössz ki ebből a megszólásból. Hát tényleg szóval, hogy tegnap visszasírtunk. Igen. Most a hírek, vagy a bula szerelmese, vagy érted? Elég volt egy hírekből. Köszönjük szépen, inkább hírek, jó? Igen. Reggel mindig kifújom a levegőt a kocsiból, amikor meghalom te vagy. Addig nem merek levegőt venni. A lány mesínál először, Ákos van. Jól van, Ákos, hát akkor fújt ki a szakma órát újra. Mutasd meg nekik, harcos. Gyerünk bajnok. Miért vagy az, aki nál? Gyerünk bajnok. Hát abban ilyenkor szokott becsúszni egy nagyon rossz eredményt. Köszönöm. Gyerünk bajnok. Fújt ki a szakma órát. 7:08 perccel jövünk mindjárt a hírek. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel. 3:48 lesz 4 perc múlva. Egy-két szó az időjárásról, csak egy mondat erejéig jön vissza a jó idő, mindenki nyugodjon meg. Ma holnap picit hűvöskésebb lesz az időjárás, de hát még szombaton is szeles, viszont vasárnapra már újra 30 fok. És az utána következő hét? Nem lesz már igazán kánikula, tehát ez a 25-26, de vége. Vége van, tesó, vége van, ez elment. És észre se vettük, tudod, ez a baj. Ez van, szorongani kezdek, arra gondolok, hogy 8 hónap hideg jön. Na jó, még ezt ne gondoljuk. Akkor hallottad. Még lehet egy jó indián nyár. Még a szombat is szeles Mónika. Csak az üzentem. Nem is tudtam, hogy szeles Mónikával ez. Na, szóval képzeljétek el megint, mi történt. Én nem lepődök meg rajta. Mind. Hát mondjam el, elmondom. Hát mondjam el. Ja, várjál, még nem tudom. Igazad van, még lehet, hogy meglepődök. Igen, tehát hogy... Ha megvárod, még elmondom, talán adjuk meg az esélyt, hogy lehet, hogy meglepődsz. Jó. Na, figyelj csak. Szóval szeretünk volna egy olyan tetoválást tesztelni, ami hetekig fennmarad rajtad, ha felrakod, igen, és alkohol hatására tűnik el. Kvázi tulajdonképpen megnézhetünk volna. Ha leiszod magad. És sokat fetrengsz a földön. Ha beviszel alkoholt. Meg tudtuk volna nézni, hogy közeledik a sziget, ki az, aki kicsit túlzásba viszi a drinkelést. És kitalálták a szélszről, hogy sokan kiműtetkozzák magukat, tegyünk föl magunkra. Rendeltek 30 darabot, és majd megnézzük, hogy kiről tűnik el. Ha drinkelt egy kicsit. Most ezt valaki felvette, aláírta, és shit! Nem mi? Várjál, a végét nem értettem. Shit!
A sittyet. Na, tudod a sittyet? Tudod a sittyet? Sitty! Sitty! Hogy fogy az erő a síból, tudod, nem lezem. Sitty! Eltűnt. Hús. Érted, apám? Vége. Ennyi. Szevasz. 30 műtetko. Na? Tudnál tolni egy hármas így szót is? Itt elhagyod, de... Hogy az elem? Aha. Mert a gyerek játékaiból szokott, hogy a szintetizátor volt, amikor még üti, de már nem úgy szólt, tudod. Már nem hozzá azokat a hangokat. Ami... Már nincsen ezért boci-boci tarka. A Duracell. És az őr figyeljék. Nem emlékszik rá, hogy ki volt. Nem hát tudom, nincs beépítve. Őr, most érted, valaki kapott azt mondta, kettőt. Hogy ő első stábhoz tartozik. Mi van, ha megvették három tetkóval, na? Érted? Meg hogyha maga biztosan mész oda, és azt mondod, hogy tiszteletem, tetkók megjöttek? Ilyen hülye mondat ez. De ki az Isten vesz föl 30 műtetkót? Hát ki vesz föl 30 akinek műtetkót? Most attól függ, hogy milyen minták voltak ezek a tetkók. Mert hogyha, ha mit tudom, egy kis sárkányok, meg pokémonok pláne, vagy ilyesmi, hogy egy kicsit játékosabb jellegű témákban utaztak, és mondjuk nem, mit tudom én, félpucér rabnőket ölelő sárkányokat legyőző barbárok voltak a tetkónak a témái. Sanszos, igen. Akkor mert akkor... Voltál manga pornó. És jön majd egy-két ember hatalmas japán csajokkal a karján. Akkor lehet, hogy valaki olyan nyúlta le, akinek vannak otthon gyerekei, Feri. Akkor kapcsi. Mm. Mi? Neki hány? Ez ilyen non-figuratív. A három. De jó, de nem olyan magányok, mint a tiéd. Alkohol hatására jön ez, azt jelenti, hogy ha iszol, akkor lejön a tetkó. De hát kvázi meg lehet nézni, hogy ki mondjuk valahol egy társaságban vagy, mindenki fölrakja, és akiről először eltűnik, vagy úgy alkohol hatására, hogy szerint lehet tudod belső, ugye párologtat a bőröd, tehát aha. Az alkohol az egy kicsit ott kijön, és akkor az leoldja. Hát akkor fizikai lehetetlenség, hogy hány ember eleve föl. Hát én rajtam meg se tapad. Hát azt mondom, Feri, nem tudnak egy ilyet fölrakni, mert tetkó, mint a két ellentétes pólusú mágnes, hogy elnyomja a tetkót Feri bőre. És hát nem tudsz fölrakni. A biztonsági őr. Tehát lehet, hogy már nem valaki... lehetek én? Meg nekem van rendes, mi a franc? Vagy lehet, hogy valaki már fölpakolta magára, ezt bedrinkelt, és eltűnt magáról. Aha. Hát, hogy fölrakott 30-at, leittatta, megnézte a tesztet, hogy működik-e, és eltűnt másnapra. Ez például egy kiváló próba arra, hogy a motoros klubban ki a műkemény. És akkor gyerekük egy kópróba. Nem, egyébként tök jó a gag, hogy itt... Én most nem ihatok motorral vagyok, persze, mindannyian motorral vagyunk, hülye gyerek. Felteszed magadra egy munkahelyen, egyébként tök jó, és megnézed, hogy a munkahelyen belül ki iszik a legtöbbet. Egy hét sziget, nézzük meg, sziget után kin mennyit tett komarat. Ugye alkohol hatására ez elkezdi párologtatni a bőr, lejön egyszerűen. És megnézitek, hogy ki a legnagyobb balkesz a cég. Tehát tök jót akartunk belőle csinálni, tegyük föl 30 ember, mindenki fölteszi magára, egy hét után bejönnek a kollégák, megnézzük, hogy na, rólad eltűnt, na jó van, te puha vagy, nem ittál, nem tűnt el. Valaki 30 tetkó boldog tulajdonosa. Röhög a markába, hallja ezt a megszólalást, vidáman kuncog a kocsijába, aha, otthon, és ott van nála a 30 nézi a tetkót, és megint nem lett. És boldogan simogatja a Charmandereket, ha vállal. Kicsi Pokémon, kicsi Pokémon. Kis Bulbasza úr. Jaj, de jó, hogy az enyém vagy, jaj, de jó. És lehet, hogy aki átvette az előző este ivott, és már ahogy átvette, akkor eltűnt a tetkó. Az is lehet, hogy a keze. Tehát annyira ittas volt este. Ha? Hogy? Hát. Na de milyen... Zacsin keresztül. Már a kezébe. Rutinosnak kell lenni, hogy a Morning Show nevére jön valaki. Oda mész és azt mondta, hogy nekem jött, adja ide. Újságok ugyanígy, csak mondom neked, hogy mi rendszeresen kapunk. Hogy? Rendszeresen kapunk egy kiadótól újságokat, amit még sose láttunk. Aha. Most vagy az van, hogy ők nem küldik el, de ismerek elég jól embert, aki mi tudom, hogy elküldi. Neked is jön, nekem, és sose láttuk. És sose. Hát, hogy mondom, valaki azt mondta, kiadta magát valakinek a stábból. Sebestyén van ez. Még nem láttam, de én vagyok az. Hol írjam alá? De tényleg azt mondtátok, hogy alá van írva. Meg tudjuk nézni az aláírás? Hát meg tudjuk nézni, de valami írka-firka. Hát próbáljuk meg. Hívjunk egy grafológust. Igen, és mindenki írja a nevét. Mind a két kézzel, aztán összehasonlítjuk és nyomozunk. Nem, de hát azért ez egy ilyen vákum ez a munkahely, nem? Szóval itt minden eltűnik valami. Meg rohadékság, hát most a kollégák elől lopod el. Úgy, hogy érted, teszt lenne belőle. Uh-huh. Hát fura. Fura hozzáállás. Na, bocsánat, okay. nem, beszélek, hogy ne rendem el miért. Kint több a hely. Igen, maradj. Nem tudom, készülök megfulladni. Na mindegy, szóval nem tudjuk sajnos letesztelni. Lesz olyan hülye, hogy fölteszi saját magára? Tehát jó, okay. Most tudod, hogy sírolom a kollégákat? Néhányan félre is értették. Mutasd a kezed. Mutasd a dekoltásod. Baradj. Nem csak fél a szoknyát. Baradj te valamit. Fajt nézek vele. Úgy szét a farkofát. Ja. Nem nézzük csak ez. Hé, bimbo tetkó. Na, te is ezt. Morsolgatom a zsáj. Ez nem tűnik el. Ő igazinak tűnik. Igen. Megnézem nyelvvel is. Ez egy anyai, te hülye, az egy szemből, és ne rángass. Tegnap két vathús próbáltam a kollégáról leszedni, mert azt hittem,
ügyet. Ő volt a tett kotolvány. Kiderült, hogy két nagyon durva anyahelyet csapátról letépni félibe is tépte. De szerencsére volt nálad jó. Igen. Két fél kilós vathúst kellett kezelni az üzemi orvosnak, hogy félig meddig leszakítottam, mert azt mondta, ott a tolvaj. Letéptem két szemölcsöt hátára. De a betadin sokat hozott rajta. Azóta már sokkal jobban van. Na mindegy, hát gyerekek, ennyit erről. Nem lesz, nem tudjuk tesztelni, nem tudjuk letesztelni. Én örültem volna neki. Hát te aztán minek, érted? Te a nagy tetkós. Egyrészt a nagy tetkós az anyám, én sem vagyok az, de hogy aztán, tehát te még nem is iszol. Tehát ránézel egy borsodira és berúgsz tőle, érted? Jó, de mindig törekszem rá, hogy kompatibilis harmadik... legyek a gyerekemmel, érted? És jó lett volna pár csillám tetkó, hogy megint elnyerjem a bizalmát. Apa, te is. Na mindegy, szóval nincs meg. Jó, ha, csak mondom, figyeljetek, járjatok nyitott szemmel, annyit mondok, jó? Azért járjatok nyitott szemmel. Hát, ha valaki stírolni fogok mindenkit. És mi változott a tegnaphoz képest? Semmi. Az én világom. Az a gondolkozom, hogy mondj valami újat. Az vagy nem, amit ma még olyat, amit nem csináltál tegnap, mondanám, mert eddig egyelőre ugyanaz. Stírolni fogok mindenki. De most nem lesz szégyenérzed, ennek korábban sem volt. Igen. Csak most még gátlásnál volt stírolni mindenkit, legalább megvan az alibi, hogy tetkót keresel. Na játszunk egyet, itt van már is a hallgatónk. A kérdés mit mondó, nem? Na de mit? Visszafelé beszélünk. Lészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívvonom. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol... Halló, jó reggelt! Sziasztok, Évi vagyok Kanizsáról. Szia! Szia! Na, hogy vagy? Hát, jól vagyok, köszönöm. És ti? Mi is köszönjük szépen, jól vagyunk. Csak ellopták a tetkóinkat. Hát, az nem baj. Az csak 30 tetkó, az nem olyan nagy dolog. De? Persze. Uh-huh. Nem. Az első az nagyobb probléma volt. Az is nagy probléma volt, azóta se lett meg. Igen. Hát, nem is lesz az már, tetkó se. De nem, abszolút. Mivel foglalkozol? Freki se. Nem lettek más, de frekitek se. Évi, mivel foglalkozol? Varronő vagyok. Ó, és már bent dolgozom? Nem, Szabin vagyok még a héten. Na, és merre telik a Szabi, vagy merre vagy? Hát tegnap Balcsin voltunk, ma már olyan rossz idő lett, hogy inkább itthon maradtunk, úgyhogy itt titeket hallgatunk. Az otthon az Nagy Kanizsa? Igen, az Nagy Kanizsa, igen. Nagy Kanizsa. Igen. És merre voltatok Balcsin tegnap? Fenyvesen, nagyon jó volt. Igen. Igaz, a víz egy picit olyan, hát hagyott maga után még mi mondani valót. 23 fok volt, szia. 23 fokos nagyon volt jó volt. Csipős. Hát úgy bemész Cisztensz egyet, de utána... Hát az úszós. Ez csak ilyen egynapos balatoni kirándulás? Igen, egynapos. Reggel mentünk, este jöttünk haza. Nem, mondjuk Nagy Kanizsától azért annyira nincs messze. Nincs egyáltalán. És akkor most mivel telik a Szabi hátralévő része? Hát most pihengetéssel. Itthon leszünk, készülünk a hétfőre, mert hétfőn már kezdődik a munka. Jaj, nagyon emlékezetes. Parancsolsz? Olyan borús az idő, hogy most nincs az embernek még kimenni se kedve. Hát, ha elázik. Ráadásul nálatok van most ott nyugaton a legrosszabb. Hát most nálunk, igen. Igen. Oké, Évi, na válaszál akkor. Híres ember, szólásmondás és tárgy. Hát én a tárgyat gondolom könnyebbnek, és én inkább azt szeretném. A tárgyat gondolod? Az egyébként tényleg könnyű. Pedig a híres ember is nagyon könnyű volt, Hunyad Ákos. Igen, na figyelj, mutatjuk, jó? Hallgass jó, meg, indítjuk az órán, fél percet meg. Útrat, sájot. Hoppá, mi van? Mutatom még egyszer. Csókolom, hello. Útrat, sájot. Táska? Majd valami... Táska, rádió. Tojástartó! Így van. Jaj, de jó. Tojástartó, nem táska rádió, annak indul, de nem az lett. Tojástartó. Jaj, de jó. A párom találta ki különben. De ügyes. Igen. Jaj, de jó. Ő egyszerűen belépett a szobába, vagy ott állt végig mellettem? Nem, ő a szobában volt, hallott a titeket, egy papír volt a kezdre meg egy toll, és fölírta, amit mondott Dóra visszafelé, és kiabált be a konyhába, hogy tojástartó. Nagyon klassz. Ügyesek vagytok, jól van. Jaj, de jó. Mit mond a párod? Hogy már rutinosak vagyunk. Már játszottunk azért, vagy csak hallgatjátok a műsort? Hát csak hallgattuk a műsort, és úgy játszottunk mindig, hogy így hárma játszottunk. Mindig így rádióba találtuk ki, hogy mit mond Dóra, és most be is jutottam. Te jó. Látod? Hát előbb-utóbb az ember sorra kerül. Oké, okay, figyelj, jó. Van egy nagyon szép ajándékcsomagod, Évi. Jó? Köszönöm szépen. Úgyhogy szerintem ez nem sokára meg is érkezik. Oké, okay, köszi, sziasztok, fiúk, jó munkát. Sziasztok. Neked is, buszi. Szia. Ciao, hello. Egy sikeres nő mögött mindig ott áll egy férfi. Tolla a papírra.
Egyébként így van. Azt írja valaki, tégla van nálatok. Ez igaz. Miért van? Most néztem meg a Tégla című filmet nem olyan régen újra. Nagyon jó film. Nagyon jó film. Igen. Hát miért lenne tégla nálunk? Hárman a... tudunk hármunk közül valaki? Én az egész nem tudtam semmit, a sztori te vezetett föl, tehát ki a tégla. Mi azt sem tudtuk, hogy van a tetkó, érted? Mi nem is tudtuk, hogy van ilyen tetkó. Azért megnézném a farpofádat, nincs rajta egy Pikachu. Megnézni azt, amit két egyébként. Hagyd nézzek bele a blendébe, egy kicsit oldlagacsát. Hagyd nézzek bele a reaktorba. Virágnak elbábozni valamit. Mutasd csak a reaktorodat, nincs ott egy Pikachu felpikálva a bal farpofádra. Ez lehet egy Vezuv felülről tetkó. Ugye? Hogy nincs ott esetleg, nincs ott valami. Hát mi nem látszik, odarakod, ha te vetted föl, akkor odarakod, nem? 30 Pikachu-t a seggedben. Ne, az én keszek seggémre nem fél fel 30 Pikachu. Igen, az egy kicsit nagyobb. Talán csak egy jó nagy Bulbasaur. Virág, nyomja még? Nyomja még a Pokémon? Tényleg? Hát figyeljetek, állandóan. És így mondja, ülünk az autóban, és akkor mondja, hogy és itt van a közelben egy Pikachu. És kimentek, nagyon jó volt, mert az unokatestője egyáltalán nem foglalkozik vele. Átjöttek a szülinapjára, és mondták, hogy kimennek a közeli térre, és akkor vadásznak néhány Pokémont. Erre rögtön talált egy Pikachu, ami 11-es szint. De hogy, és akkor persze előadta magát akció, az unokatestője, hogy nem érdekel ez az egész. Na, biztos, egyébként. És rögtön megtalálta a legerősebbet. A virág így jött vissza, hogy fél évet csinálja, és neki még nincs meg. 11-es, 11-es, 11-es? Nagyon erős. A legnagyobb. Én letöröltem azért, hogy ne is esek kísértésbe, de valahogy engem nem szippantott be. Én napig játszottam nyarás után, és utána, hogy le is töröltem, nem szippantott be. És a virág kiabál, a kocsival mentek, hogy állj meg, igen, itt van a közel, Csermander. 50 pontosan 8 óra, van friss közlekedés, írjatok, küldjetek el nekünk, jó? Hogy hadd segítsünk azoknak, akik úton vannak. Iszonyat trafik van a Lurditól az Árpád híd felé a Hungárián. Kérdezi egy hallgató, hogy mi történt. Hát akkor próbáljátok erre is válaszolni. Legyetek oly drágák, és akkor tudjuk mondani mi is. Jó, mi pedig jövünk a hírek után, 5 perc a 8. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jöhetett a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk pontosan, 9 percen. Kezd kisütni a nap esetleg egy kicsit? Hát ilyen. Budapest fele? Rossz, nem rossz. Mit láttál? Voltál kint Bagzani? Megnéztem, hogy mi a helyzet, ellenőriztem a területet, kérem szépen, és hát semmi. Picikét így a felhők alól kidugta a lábát, inkább csak a nap. De olyan kis lájtosan. Hát nem lesz ebből szerintem nagy idő mára, de jön az eső kelet, vagy mi az nyugatról? Nyugatról. Mindig nyugatról jön. Na jó, szóval, de hideg nincs? De nincs, az de nincs hideg. Hideg. Jó. Nincs, minden nyugatról jött, csak mi jöttünk keletről. Igen. Na, azt mondja, hogy... Mit csinálja ki a gépem, a gyorsabban másom? Baleset történt szombat és jak között. Baleset történt szombat és jak között. Zoli küldte nekünk. M35-ös görbeháza után az első pihenőből Debrecen felé trafiknak vigyázatok, Potyó küldte nekünk. Kőbányai út után vágják az elválasztóban a gázt, ez okozza a torlódást a Hungárián, valami Dabasi kihajtónál az M5 felé baleset, külső és a középső sávban eléggé veszélyes helyen, semmi előjelzés, Dávid írta nekünk. Megvan akkor igen, hogy mi van a Hungárián, ezt többen kérdeztétek, a Kőbányai úton csinálják az elválasztóban. Azt nem tudom, hogy vágják az elválasztóban a gázt, ez pontosan mit jelent, de hogy ez emiatt dúl vissza. Gazt. Ja, gazt. Ja, bocsánat. Már minden automatikusan felteszem. Én még a felteszem, mert minden ékezet nélkül jön, igen. És vágják a gázt. Én most le kell venni az ékezetet. Vágják a gázt. Nem beszédtelen dolog, légy, ne vágják a gázt. Igen, gázt nem biztos, hogy jó. Valami sziklázott utca. Igen. Úgyhogy emiatt van dugó, többen kérdeztétek, ha azon túl vagytok minden, oké? Ez a Lurditól az Árpád híd felé a Hungárián, a Kőbányain keresztül kell átjutni. Az a kereszteződés, és utána megvagytok, ahogy mondtam, tehát vágják a gázt. 4-es, 6-os villamos Újbuda felől az oktogoni közlekedik, csak már nincs villamos torlódás. Ákos, imádom a hangod. Ezt Timi küldte. Ha. Gyereke van, 2, haló. Így van. De nem tud leállni, nem bír a vérével. Így csak hát mondja a híreket, azt így csajozik. Komolyan mondom, valakinek már oda kéne menni a csaphoz, mert fröcsköl a tömblő. Köszönj, görcsöt. Igen. De van a csajok, akik a gyerekesekre mennek egyébként. Tudom.
Nem tudom, ez a nőknél miért egyfajta önigazolás, de hogy ez mert hogy el kell csábítani. Fétise, hogy a gyerekes apákra mennek. Tehát egy nőn, van az a nőtípus, akinek egy pasi akkor ez vonzó, ha megtudja, hogy családja és gyereke van. És innentől kezdve az élete céljává válik, hogy elhódítsa az adott nőtől a gyereket. Nagyon sok ilyen történetet hallok. Szerintem nagyobb a vadász élmény, nem? Hogy el kell szedni valakit. De itt nem arról van szó, hogy csak a flört kedvéért, mert úgyis tudja, hogy egyébként. Nem, ezek a csajok, ezek nem flört kedvéért csinálják, azért csinálják, hogy megszerezzék azt a pasit. Tehát, hogy elvegyék a nőtől. És ha nincs gyereke, nem kelt el, akkor nem érdekes. Tegyetek próbára. Mondom az SMS számot. Jó, az első randin ki akarna a Gogó Hamiba gíroszhozni Újpesten, mert hát én ráadásul úgy, hogy ő fizet. Ráadásul úgy, hogy ő csengel. Igen. És ha extra cacikit kér a gíroszára, akkor mond, csóválod a fejed. Na. Az első randin, na, még nincs a extra cacik. Készültem valamivel, egy kis meglepetéssel csukva a szemed. Igen. Nyisd ki, látod? Villamos jegy. Vettem itt az acsipkúton két leértékelt répatortát. Soha nem veszek leértékelt répatortát, ha valaki, akkor én nem. Mi? Az első randi biztos nem. Ebből a szempontból igényes vagyok. Kettőt nem, egyet igen, neki. Békésabától szólnak, akik szikrázó napsütés van egyébként. Hegyesalmnál kifelé személyautóval kb. 30 perc a várakozás. És Győrben már esik, kaptuk ezt, és SMS-ben próbáljuk délfelé fújni a felhőket, hogy ti ne kapjatok az esőből. Szépen. Igen. Minden nyugatról jön, kivéve Gandalfot. Nagyon szép megfejtés, mert hogy ő ugye keletről érkezik 5 nap múlva. Figyelj csak, a kiébredt a legrosszabbul versenyt, ma Zsül nyerte. Na, megfordítanád a pólódat, Zsül? Nem tudom, engem idegesít. Figyelj, fordítva. Én a feliraton vettem észre, mert ezt már ismerem, ezt a pólóját, ez az egyik reklámpólója Zsülnek, ő ilyeneket szeret hordani. Minden nap. Hát ez van, érted? Takarékosan élünk. Tegnap egy keravillos póló. Keravillos póló. Jó, de tegnap az eszmélyeték óriási. Tudod, miben fáj most már keravillos póló? Az már licitál. Keravillos póló. És mondom, nem tudom, a hülyén van hímezve ez a póló, mondom, nézd meg, fordítva. Biztos, hogy van neki egyébként otthon egy ilyen fröcskölt mintás, a bontatlan 7-up-os pólója és 82, de nem? Az menő volt. A 7-up-os póló, a felálló hajú csávó. Igen, az milyen menő volt a póló is egyébként. Nem, egyébként hallottam, hogy tegnap előtt elcserélte két Mirandásra, úgyhogy... Emlékeztem? Miranda vagy Miranda, nem tudom, mi volt az úristen. Mirinda, egy ilyen szörnyű narancssárga színű, ilyen borzadály. Nem? Van még ilyen? Van még ez? Szerintem nem lehet nálunk kapni. Nem? Talán a szlovákoknál lehet, mert ott onnan nekem volt. Volt ott hittem valami Mirinda tonikot. Borzalom. Hogy azért mennyi mindent átért az ember, amit irán szabadítottak, nem? Na, találtuk egy nagyon helyes történetet, próbáljuk vázolni, rekonstruálni, hogy ez hogy történhetett, mintha nyomozók lennénk. Lengyelországba szeretnének benneteket elkalózolni. Köszönjük. Egy huncut, 80 éves néni először elcsábított férfiakat, majd kifosztotta őket. Janina, itt hívják a névét, Janina. Apró hirdetéseken keresztül ismerkedett meg férfiakkal, akiknek az ételükbe vagy az italukba a randevú alatt erős nyugtatót kevert. Figyelj, ez 80 éves. Ebben a formában ez szerethető, nem? Tehát ez szerethető, nyilván ez más körülmények között történik, meg kevésbé tudnánk rajta mosolyogni, de 80 évesen azért a néniben van kraft. Van kraft. Beszerezte az erős nyugtatót, miután a férfiak elkábultak, az asszony kirabolta őket. Végül egy 78 éves férfi jelentette fel, akitől Janina 8000 zloty, 600 ezer forint értékben vett el pénzt, ékszert és okos eszközt. Na, de akkor próbáljuk rekonstruálni, mi vagyunk a nyomozók. Hogy ez hogy történhetett? Janina néni. Hol kell fel az áldozat? Hogy itatod le? Mit csinálsz vele? Mit csinálsz az elaltatás után? 80 évesen már nem biztos, hogy a hátadra kapott kiviszel, tehát nézzük az elejétől. Ott van Janina néni. Várjál. Hát csöngetnek. Feladod a hirdetést. Janina néni vagy. Jó, mások által csinosnak mondott. Szemnapokat látott, kis nyugdíjas, aktív párját keresi, csak lakásra megyek. Mert ugye nem lehet úgy az első randi, mert ugye az első, hogy igen, egy étterem. Valahol egy kávézóban a bácsi lefejeli a répatortát. Oké, 80 évesen honnan szerzer cuccot? Gyanítom egyébként, hogy a saját nyugtatóját adhatta be neki.
Tehát a néni egyébként szedett valamit. Oda ment a kredenc, de nyáj, mi van itt? Na, de hogy lehet ez? Tehát a becsületes életet élsz 78 éves korodig, majd rájössz, hogy most már szeretnél egy kicsit belehúzni, szeretnél egy kicsi pénzre szerteni. Hogy lehet ez? Felhívsz magadhoz egyébként hasonló korú, kicsit lehet, hogy már szenilis idős embereket, és kifosztod őket. Bekeverte a kis koktélt, amit letesztelt saját magába, tudta, hogy kettőt ülő kidől, hármat belerakotta az idősek poharába. Nyilván nézte a tévében a Lengyel Zahel Gábort, vagy a Kék Híreket, és onnan jött az ötlet. Így egy kicsit ki lehetne egészíteni az ő néhány zlatyis kis nyugdíjat. Vagy a körzeti orvoshoz ment el, és akkor mindig ki adott sztorikat, hogy már ő annyira ideges, nem tudok aludni. Annyira felidegesítettem. De akkor, hogy írjon már egy levéllel abból a jobban, amit a múlt héten is volt. Hogy ezt megiszod, és azonnal kidőlsz? Vagy támolyogsz egy szerintem kicsit, felborulsz? Szerintem rajta egy. Hát most. Tehát megérkezett Irmanyek bácsi mondjuk. Igen. Ott volt Irmanyek. Irmanyek bácsi, hogy megérkezett Janina nénihez. Finoman elkávéztak. Mi van, ha én egy randin nem akarok enni, nem akarok érni semmit, mert izgulok? Ha. Akkor azt, hogy nem sikerült elkábítani a bácsit, nem? Hát vagy ráerőltette neki, hogy, a pitét. Hogyha igen, hogy egy annyira izgult, hogy mondta, hogy ad neki egy nyugtatót. Adott neki egy fal, egy kamu nyugtatót, és a víz, amit adott hozzá, már szárazon helyele még cigány útra megy. Érted? Mondta Janina néni. És a vízbe már be volt keverve mondjuk háromszor vagy négyszer annyi. Bevette a nyugtatót, megitta rá a vizet, hogy leöblítse, és bevitt ezzel egy hatalmas dózis nyugtatót. Vajon ő megnézte a ruhájukat, a telefonjukat, és azt mondta, hogy elkábításra érdemes, vagy ő alapból már mindenkit megkínált, és aztán konstatálta, hogy kár volt, mert nincs nála semmi, csak mondjuk a Irmanyek bácsi nagyapjának a második világháború átmentett órája, amit hosszú ideig a végbelében öltött. Ránézett, méretre szabott zakó, hát itt lehet zlotyik. Aranykeretes szemüveg, hát meg ugye okos eszközt vitt el, azt mondja. Mondjuk a bácsi az utolsó, aki feljelentette 600.000 forint értékben pénz, ékszer, okos eszközt, ő azért felszerekezett a randira. Hát tehát nála volt minden. Hát vagy a bácsinál volt a randi. Tehát vagy a bácsinál volt a randi. Én mondom, úgy hirdeti meg magát, hogy csak házhoz megyek. Okos eszköz. Jogos. Igaz. Most az okos eszköz az ebben az esetben Janina lehetett egy kakukkos óra is, nem? Az is akkor. A jelige búvóhely csak nálad. Igen. Közös búvóhely, de találkozzunk inkább nálad. Búvóhely csak nálad. Búvóhely csak nálad. Janina néni megérkezett, felmérte a lakást, majd egy adott pillanatban, 80 évesen megcsinálta a koktélt. Azért gondold el, hogy milyen élet az 78 évesen elkábít egy 80 éves, nem? Szóval azért van mit mesélni ott is az unokáknak. Megcsinálta a koktélt, bácsi leadta a forgalmit, eldőlt hátra, nagyon elkezdett horkolni, Janina néni pedig egyedül összeszedte az ékszert, vagy szólt még két nyugdíjasnak, és hárman raboltak. Na jó, de az egy bűnszervezet. Tessék? Egy bűnszervezet? Lehet, egy bűnszervezet, mert rászabadította a többi nyugdíjas barátnőjét. És akkor jött a valószínűleg hasonlóan szép korú bűntársak, és akkor... Irina, ha itt vagy, a tévét is elvisszük. Három mackos nyolc. Igen. Korábban már 8 alkalommal ítélték el csalásért és lopásért, tehát Janina néni azért... Janina néni a repülős gizi. Janina néni azért szocializálódott már valamint, tehát ő azért nagy ágyú. Elítélték csalásért, lopásért, és most azt mondják, hogy mivel annyi pasit megkárosított, hogy akár 20 év börtönre is ítélhetik. Ó. Oh. Ami azt jelenti, hogy Janina néni valószínű, hogy ott leheli majd ki a lelkét. Mert ugye ezért, ha most vagy 80 éves, akkor 100 évesen még már kevésbé van lehetőséget kérni a börtönbe. De lehet, hogy a bosszú élteti majd. Aki börtönbe juttatott, ő már csak 98 lesz, hogy még nagyon jó. Hogy rakod bele a nyugtatót? Tehát, hogy van egy ilyen elterelés, hogy amikor ugye neked egy adott pillanatban bele kell rakni az italába, vagy az ételébe. Mi néz, repülő vagy? Nem iszom, majd az étel után. Akkor ugye bele kell tenned az ételbe. Nem cserélheted el a tányért. Tehát azért észnél kell lenni, kiütött saját magad, azért az rosszul sül. És ráadásul idegen lakásban vagy, tehát téged szolgálnak. Persze. Ki. Hát lehet, hogy valami eltelt a figyelmi. Mi az ott a polcon? Egy dedikált Jaruzelszki életrajz. Igen. Mi van, ha a bácsi heves vérmérsékletű felment hozzá Janina néni, és a néni nem vett észre, hogy a bácsi egyből a tárgyra tett. Hát akkor le kell lassítani a 78 éves. Mivel izgatta fel? Hát mivel? Hát azért a nyugdíj, miért nem hiszel a nyugdíjas szerelemben? Szerintem Pilsudski hazaáruló volt. Micsoda! Vizet! Mi lehet a nyugtató? Azt mondják, egy időskorú, egy bizonyos kor után már a Viagra is kiválthat ilyet, azt mondják. Aha. Hogy beveszed, túltolod és balra eldőlsz. De akkor lehet, hogy a bácsi betárazott?
És lehet, hogy valójában ő kábított el magát. Vagy lehet, hogy csak minden bácsi nyomott két viágra. Igen, rádobott még egyet. A mix kábított el. A bácsik ott voltak, bedobtak egy kéket. Várták Janina néni. Janina néni megérkezett a kis csoszogójában. Igen. Bekeverte a mixet, és a kettő együtt, az viszont egy végzetes koktél volt. Aha. A Viagra a bácsiban, plusz a nyugtató a néniben. Ráadásul az a heves szívdobogás, meg vérnyomás emelkedés, amit Jani néni látványa okozott, amikor meglátta a bácsi. A fölcsúszott a tonka, vagy mi? És milyen hidegvérűnek kell lenni? Anyád, de rendben van. Ma még lebontom róla az otthonkát. Ez első nyolc? Hogy igen, bocsánat, Janina néni, ugye elfekszik az öreg. Ott végignézed, hogy az öreg, ugye meghal, nem hal meg, azért ott vigyázz. Nem mindegy. Tök mindegy, ott fekszik. Kipakolod a kecót, és szépen elcsoszogsz. Jöhetnek, csöngethetnek. Bárki rányíthat. Jöhet egy aranyos unoka, aki felszalad, hogy... Hogy van nagypapa? Igen, hogy van nagypapa? Hogy van nagypapa? És azt látod, hogy egy 8 éves muter zsebeli ki a nagypapát. Ez nagyon durva. Mit csinálok én aztán, papa? Papa, miért fekszem? Papa. Érted? És közben a néni kizsebelte, majd elcsoszogott. Elcsoszogott. Ilyenkor fölébreszted az áldozatot? Dehogy nem. Nem szólsz neki? Lefekteted szépen. Megnézed, hogy még él, oké. Okay. Háromlábú bottal megböködöd. Add valami életjelet. Hát, remélem nem dobta fel a pacsikát. Az első nyolc miért nem jelentette fel? Mert ő ugye az első hét. Mert ez a férfi nagyon jó volt előtte, Feri. Picit hálásak is voltak érte. Vagy ciki? Hát az egy 8-es férfiként nem ciki, hogy te csajozol. Vajon aki... tényleg meg volt Janina, vagy csak álmodtam az egészet? De annyira jó volt, hogy belájultam. Igen, és fölkezd ott vagy kizsebelve, Jani néni sehol érted. Látod, hogy elvitték a világjárók sorozatot. Így van. Elvitte két Larus enciklopédiát, látod, hogy Janina néni van benne tűz, 80 évesen kizsebelt. Aztán lehet, hogy tényleg meg volt, mert megtalálod a szerkádon a protkóját. Tényleg, az milyen bő, elmész pisilni, és ott van a tököd egy protkó. Pesd meg írtam, Janina néni! Fogsabda! Úgy látszik, Janina néni sietősen távozott. Itt maradt a fogsora. Nem maradt más se Rolex, se telefon, semmi, csak egy protkó. Csak egy protkó. Ez is a csúnyádon. Én nagyon szeretem az ilyen történeteket. Szóval 80 évesen. Azért. 80 évesen. Ugye? Csinálhatna bármit, etethetni a galambokat is. Érted, valamelyik varsói közt. A unoka egyetemre akar menni. Igen, tanítani akarja. Én nem tudnám megemészteni ezt 79 évesen, hogy kira volt egy 80 éves mammer. És még egyébként arra gondolnék, hogy még mit csinált velem elkábítottan. Tehát, hogy mi van, ha azt mondja, én mondjuk ott vagyok 79 évesen, és Balázs! Tehát egy magyar Janina néni, érted? És aztán megtalálok mindenféle nyomokat még az arcomon, meg nem igen. Tudom, érted? Meg egy tudja, hatalmas váltás pelenkaöltéssel összevarva a beszél. Nem arra gondolok, hogy ki operálja a lépemet, de hogy... Most érted? Hát ott fekszem 79 évesen magatehetetlenül, három sztori díjjal a polcomon, egy magyar Janina néni meglát. Igen, meg kettőt csinál velem, amit, kettőt elvitt, mert nem tudta mi az. Azt csinál velem, amit akar. Hát azért azt nem akarom. És csinálna is. Képzeld, de a közben megriadsz. És azt látod, hogy ilyen otthonka van az arcodon. Két ilyen dadacipőt látsz, meg egy otthonka van az arcodon, és azt mondom, nem. Ajajajajaj. Itt valami nagyon nagy baj van. Tessék, rólam. És nem tudsz leszállni róla, Janina néni meg ül az arcodban. Elvittem a Rolexet és a Patek Philippet, de olyan jóra való gyerek ez van, hogy kicsit beleülök az arcodon. Insíkszeles tenni a betét, mi a hűtött. Janina néni, Janina néni, leszállni az arcodról. Ez már nem vicces. Mi van Janina néni egyébként egy kicsit perverz, érted? Hát. Nem? És még ott csinált valamit a bácsikkal. És fotóztak közben. Na, most mondd meg nekem, ugye? Janina néni nem vicces. És ott limbózik az arcod. De és mondjuk magadhoz érzel, még annyira be vagy lassul, hogy nem tudsz mit csinálni. És még 10 percig szabad préda vagy 79 évesen. Itt a tejföl, kis cica! Nem akarnék Janina néni kis cicája lenni. Lefegyelj! Kicsi a bajuszkára, kicsi a bajuszkára! Hát láttam a bajuszon, na most lesz nekem, jaj! Igen. Ne olyan vadultka ki! Aki most kapcsolódott be, és úgy érzi, hogy Jani a néni, nem Jani a néni, hanem Janina néni. Jó, tehát többen írjátok, hogy miért Jani a néni, nem Jani a néni, ő egy lengyel néni, Janina néni. Így van, tervezzük, hogy valamikor majd ellátogatunk Varsóba, de most még egyelőre nem aktuális, oda. Janina néni egy 80 éves kisnyugdíjas, aki egyébként huncut módon csábította el a férfiakat, hát 20 év börtön.
Jogosan teszem hozzá, hát azért megérdem. Leítatod, kirabolod, tessék? Hallgassuk meg Janina néni, tehát mit lehet, hogy oka van. Kirabolták, kifosztották 23 nyugdíjat. Hát ha tudsz számot, szívesen. A kor nem mentesít, érted? Az elkövetett bűncselekmény alól, hát azért csukják le Janina nénit. Az meg vagy elsőn, ha bevonul az árkába, és ott azonnal elkezd már bizniszelni. Janina néni, abban biztos vagyok, hogy bent a börtönben is megoldja. Használt mobil. Nem? Igen, vagy bemegy, és akkor hirtelen, érted, leugrik a bika. Az alsó ágyról. Ne. Te lennél az a Janina. Tudod, ki vagyok. Mi akarsz lenni? Tudod, ki vagyok én. Alsó ágy vagy felső ágy játszok le. Azt írja, aki romosháznak is lehet szép a pincéje. Igen. Van benne egyébként. Van benne valami. Ebbe a pincében már csak denevérek lakunk. Ja, Istenem. Na jó van. Jött egy friss közlekedés. Veszprém, Szabadságpuszta, bekötő, két kocsi egymásban. Ezt Levi küldte nekünk. 3 perc van, pontosan 8:30. Muzsikáljunk egy-egy Janina néni emlékére. Jó? Jövünk vissza mindjárt. Egy pici zene után. 3:49 lesz pontosan 6 perc múlva. Ismét egy órája teljes vonalon közlekedik a 4-es-6-os villamos. Olyan jó lenne, ha vennék a fáradtságot, és utána nézzének a BKK Facebook oldalán is kint van, és akkor nem kéne hülyeséget. Ja, ja, mi vagyunk helyretéve, ja, bocsánat. Húha. Te figyelj, van csomó jó adó, szoktam mondani Balázs, de csatlakozom én is, meg tényleg a Janina néni nyugtatójából egy kettő szintem dobjál be. Drága hallgató. Nincs ennyi ebben a szerdában. Igen, igen, mert azt hittem, hogy közlekedés, aztán ráfutottam, hogy minket tesz helyre. Ez semmi baj nincs. Csak azt vegyétek figyelembe, hogy mi nem állunk ott, és nem vagyunk ott. Mi arra hagyatkozunk, amit ugye hát sokszor a hallgatók írnak, a BKK Facebook oldalát meg ugye az ember megnézi, de hát ott is egy csomószor, amikor nem. Valamikor nem. Így van. Ilyenkor legyél oly kedves, aranyos, küld el nekünk, hogy újra jár a 4-es-6-os villamos, és én akkor azt kedvesen beolvasom. Nem mondunk hülyeséget, csak a hallgatókra hagyatkozunk, és az utolsó híreket mondjuk mindig. Nyilván késre tudunk reagálni arra, ami a városban történik, de köszönjük szépen az észrevételt. Trafi van az M6-oson Budapest fölé a 109-es kilométernél a felüljáron. Ezt Ágnes küldte nekünk, reméljük még ott van, nehogy meglincseljenek. A Bécsi úton Trafi a Kiceli magasságában mérik az űrön felül érkezőket, üzeni Vendi, valamint Veszprém, Szabadságpuszta, bekötő két kocsi egymásba. Ezt Levi küldte nekünk. Itt még sokan írják, ezt már többször is írták ma, hogy 14-9-ről kapott ki Imre Géza, nem volt annyi. Tehát nem volt 14-9, 13-9 volt, utána följött 14-10-re, és onnan ment a 13-10, 14-10. Még csak mert ezért is lelettünk cseszve, hogy az Ákos miért mondja, hogy 14-10-ről hát kapott. Hát igazából sajnos mindegy. Egyébként meg tök mindegy. Mindig visszanézzük, mert ismétli az M4, és mindig izgulok, igen, hogy hát, ha megnyeri. De sajnos. Annyira együtt érzek vele, mert ez valami szörnyű. De a riporter elmondta, hogy innen már nem lehet kikapni. Igen. És hogy ez megvan. Egyetlen apró tus. És olimpiai és bajnak. És úgy kell leélned az életedet, ami szörnyű. És itt nem vigasztal az ezüst. Ebbe bele lehet roppanni. Nem. De tényleg már senki nem mondja, hogy jó, de az ezüst szép. Kit érdekel? Egyetlen egy találatra voltál attól, hogy beírd magad a történelembe. Szörnyű te. És gyönyörű az ezüst, mondom én, nem vigasztal őt. Hát mi örülünk neki, laikusok, magyarok. De ez annak, aki ezt átéli... És ekkor előnyből elveszíteni valamit, érted? Szegény, ott vagy tényleg Géza. Ott vagy a kapujában, hogy puff egy... Szegény, hát ez szörnyű. És csak kapod a találatot, és nem tudsz... Majd a délkori lenyilatkozó, hogy igen, elaludtam, a végén volt egy kis szerencsém. És így lett olimpiai bajnok. Oh. Ha, szegény. Egy darabig eljársz a pszichológusodhoz. Az biztos. Na, azt mondja, hogy... Janina néni három lábúja áll az M7-esen a 132-es és a 133-os kilométer között. Nem tudom, ti hányszor futtok rá arra, hogy megvesztek valami olyat, amit az interneten láttok, vagy bedöltök valamilyen hirdetésnek, és megtetszik valamilyen termék, aminek látjátok egy YouTube-os vagy bármilyen hirdetését, de mi most Julival rászaladtunk egy nagyon szép dologra, és szeretném nektek elmondani, hogy mi az. És aztán tehettek majd egy kísérletet, hogy nektek működik-e. Nem tudom, hallottatok-e arról a foterről, ami a reklám hirdetése szerint 1/2 perc alatt elkészíthető. Ez meg kell venned, egyébként nem olcsón teszem hozzá, $100 az ára körülbelül, nem tudom, $80, tehát ilyen a 20 000 forint környékén van. Itt legalábbis ennyi lehet kapni, ez kint máshol olcsó. Fogsz egy ilyen hosszú sátorszerű anyagot, szétfeszíted a száját, kicsi levegőt teszel bele, összetekered a száját, és kész a fotel. Aha. Ismeritek ezt a igen, dolgot? Aha, igen, aha. Igen. És akkor, hogyha bárhova mész, akkor viszed a hátadon, semmi súlya nincsen. Előveszed, meglengeted kétszer a fejed fölött, belemegy a levegő, összezárod gyorsan,
lezárod, lerakod a földre, ráülsz, és van egy instant foteled, amit bárhol, bármikor kihajtogathatsz. Kiengeded be a levegőt, összehajtogatod. Mi Julival ebbe beleszerettünk, össze megvettük, megrendeltük, itt van. Szeretnének megkérni benneteket, hogy járjatok utána, hogy nagyon palira vettek, miért ilyen rohadékok, és hogy lehet visszakapni a pénzt. Aha. Vagy bének vagytok-e? Vagy bének vagyunk-e? Ugye? Nem tudjuk az fölfújni. Az opció. Nem tudjuk fölfújni. És akkor kútba esett a közös program Julival? Igen. Sajnos nem tudunk elmenni. Fura, hogy... nem. Beleszerettünk Julival. Igen, akciós volt. Akciós volt, azt gondoltuk, vegyük meg, nézzük meg, vagy nekem, vagy neki, jó lesz, legyen egy instant fotel. Hát... nem lehet felfújni. Ebből minden lesz, de fotel nem, mi? Nem lehet felfújni. Figyelj, csak az ilyen rendelős dolog, nem mindig az szokott lenni, hogy van egy darab termék, amit legyártanak. Szerintem azt bemutatják a tévében, mindenki megrendeli, de nem jön aztán az, hanem valami mást kapsz. Igen, de ez nem itt is ilyen telesoppos volt, mert abból nem rendelünk. Ezt én egy amerikai oldalon láttam, és itt meg leértékelve volt, tehát 100 dollár helyett adnánk ezt ilyen 30-40 dollárért, 100 dollár az eredeti ár, ami azt mondja, hogy 8-10-12 ezer forintnak megfelelő összegért tudod megvenni. Aha. Tehát 30 dolcs. A videó is ilyen meggyőző volt. Ha én egyszer újjászületek, csak ilyen terméket fogok megcsinálni, ami nagyon jónak tűnik, rendeld meg, és soha a büdös életben nem tudod felfújni. A fejed fölött kell körözni, hogy belemenjen ebbe a hosszú, hát ilyen hálózsák-szerű anyagba a levegő, mondom ezt, hogy mindenki el tudja képzelni. És akkor gyorsan elszorítod a végét. Igen, mint amikor különböző mólókon a Balatonnál látod, hogy ugye a szélzsákot merre fújja a szél, ezen az elven működik. Abszolút körözöl megvan. Egyet a fejed fölött, bezárod a levegőt, gyorsan teszel rá egy csomót, és ráülsz a fotelre. Aha. Nem lehet, hogy szél kell hozzá, azt nem mondják, hogy csak szélbe tudod felállítani? Nincs a használati utasításban? Én bárhol felállítom. Így van. A szöveget. Na jó. Nem tudom, nem volt bennem, mozogni kell, azt mondja. Mozogni kell vele. Aha. Rohangálni, tenni egy kört. Aki megcsinálja... Na, annak... Nem tudom. És a szájjal állítom. Akkor én benne vagyok. Engem most felcsigáztál. Ezt az ajánlatot nem tudod kihagyni, ugye? Ha van tétje a dolognak, akkor engem már rögtön érdekel. Tehát, hogy akkor nem tudom. Nem, most csak egy kicsit elcsüggettünk, hogy most akkor a fenének vettük ezt meg. De várjál. Én már láttam magam, hogy a szigeten ezt így előveszem. Csinálok egy ilyet, ledobom oda, leülök és iszom egy drinket. Mi van, csirák? Nem tudsz leülni, vizes a fű kis köcsek. Ugye, igen. Új, de és jó. Ezekkel a mondatokkal népszerűsítem saját magam. Nem, mi van, hülye holland, magyar vagyok, tegyek ki. Hülye holland, nem használ érzéket. Itt egy kos ratyi. Iszom, hogy jó. Felfújt, ízen. Felfújt szájút, mi angol, mi magyar vagyok, Balázs. Egyébként eddig szerettem a műsorodat. Gondoltam, hogy villantok egyet. Pénz visszafizetési garancia? Én nem láttam ilyet. Hát vedd meg, fújd föl. Ha béna vagy, akkor elvileg tiéd a hiba. Ők bemutatják egy videó, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Van benne vágás. Vagy kitakart rész. Az a durva, tudod mi a duma? Hogy egy teljesen új termék, egyfajta életmód innováció, a szezon így lette. Ilyeneket mondanak, érted? Tehát kedvet támad megvenni. A fotel szezon? Nem a szezon. Tehát, hogy fújt lenge szél, gondolom, fújdogált a lenge szél. A nyár, hogy kint vagy a szabadban, érted? Az a szezon, mert télen nyilván nem olyan jó ebben. Felfújható kanapé. Bárhol, bármikor. Felfújható kanapé. Garantált móka egyébként. Kötelező nyári darab. Garantált móka. Garantált móka. Ez tetszik. Móka kacagás. Garantált móka. A móka garantált. Garantált móka, mire fölfújja. Nincs szükség. Nincs szükség pumpára. Bárhol leheveredhetsz. És olyan videóval adják el, hogy azt mondod, ide nekem egyet, Julival megnéztük, mondom, Juli, egyszer ez kell nekünk. Rendelj be egyet. Hadd iriskedjenek a fiúk. Jóképű csaj, vagy jóképű férfi? Ja, csajjal is van, és pasival is van. Rákerestem a YouTube-on, 600-an próbálkoznak, és senki nem tudja felfújni. Megnéztem utána, vannak ilyen sima amatőr próbálkozások, és ezt nem tudják megcsinálni. Ilyen bringa után kötöd is mész vele. Figyelj, én már rohangáltam vele, mint a győzelmi zászlóval. Most kocsiba, fogd meg a levegőt, fogd meg a levegőt. Juli se tudja, tehát nem én vagyok a béna. Nem tudjuk megcsinálni. Itt is meg tudod, nem is kell kimenni, itt is meg lehet. Elvileg egy mozdulattal bemarad a levegő, tehát nem kell kézi mikrofon kimenni a világ végére. Nem fog menni. Miért? Hát mert én rövid vagyok, a Feri meg túl magasra rakja, és ott már ritka a levegő, nem fogjuk tudni megtörténni. A te magasságodban pedig nincs szél, vagy mire gondolsz? Mit? Tehát, hogy... Nálunk. Ott, nálatok 160 környékén nincs levegő, vagy mire gondolsz? Teszek vele egy félkört, és tele lesz szénnel. Igen, mintha lementél volna a bányára. Feri meg kinyújtja a kezét. Hát, én meg a fellőjük fölött. Hát leszed két vizert a levegőben. Igen, hogy csinál egy tanyát, és benne lesz két kondorkesely. Kérlek. És egy ermasz.
Erről, Juli, kitaláltad már a megoldást? Állóventilátor, igen. Ez kell nekünk. Igen? Azaz sikerült valamennyire felfújni. Állóventilátor. Minden átmenti. A ventilátort. És ugyanott lehet kapni, ahol a... És akkor félig fel tudtuk fújni. De ugye milyen jól nézett ki ez a reklám? Nagyon. Ugye? Hogy ez eljön azt mondta, hogy srácok, itt ledobod, és azt mondta, na mi van? Na, mi van? Nem tudsz leülni? Mit bámulsz? Gondoltuk, hogy megyük a horvát tengerpartra, ezt visszük, ezt magunkat kirakjuk a partra, a gyerekek ráülnek, ezt általában rá lehet tenni a vízre is. Tényleg megnézed, én nem veszek meg semmi hülyeséget, ezt megnéztem, és azt mondom, ez jó. Ez, ezzel funkítok. Ez minőség. Azt nem mondtam, hogy ez minőség, de láttam magam, hogy siófokom, majd körözök egyet, és utána bedobom magam a vízbe, és ráülök. Koktélt ide. Hát vettünk egy rohadt drága szemetes zsákot. Vettünk egy nagyon-nagyon-nagyon drága szemetes zsákot, így van. Először Jani tegyen egy kísérletet, rögzítem Instagramra a videót, majd Ferenc bár ott tényleg ritkább a levegő, csak egy kört tegyetek majd, meg hihetek bennem. Igen? Jó vagy? Nem. Abban hihetek, hogy nem fog összejönni. Túl nagy. Oh. Hát ezt meg sem tudom mozgatni. De ez nem is az az anyag. Hát ez nem is az a cucc. Ez nem is az a semmi. Ugyanezt mondtam én is, hogy szerintem ez nem az az anyag, ami a reklámban van. Ez egy hálózsák, aminek nincs betéte. A reklámban azt látod, hogy egy nagyon könnyű anyag, amit a srác fölkap, tesz bele levegőt, ez pedig egy ilyen nehéz orkán anyag. Mi nem? Nem nehéz. Hát én nehéznek éreztem, de nem azért, hogy gyengé vagyok. Én azt hittem, hogy a Zeppelin leégett. Na. Ne add föl. Rohadt hosszú. Hány hát méter hosszú igen, ez? Igen, hát ez 5 méter, ezt nem tud megtölteni. Ki kell mennünk? Hát akkor menj ki. Kakilok. Szoba tiszta vagy, hol nekin? Hogy jön ez most ide? Nem kell kézi mikrofon, csak fölveszünk videóra. Nem tud beszélni, hiszen tele van a keze légzsákkal. Na, te ott át tudsz nézni a monitoron, át tudsz nézni az üvegen. Húzom, és még mindig benn van a vége. Igen, még próbáld meg szájjal fölfújni. Dugd bele a fejed, szorítsd a fejedre, és úgy próbálj meg kettőt az orrodon kifelé fújni. Nem, csak vicceltünk, milyen jár gondolkozott rajta. Az két oldala van? Tehát mind a kettőt külön kell föl? Két különböző szegmensen. Nem lehet, hogy véletlen kettőt vettetek meg egy járon? Fuss vele egy kör, csak hogy megnézem, működik-e. Nincs benne ennyi, csak fuss egy kört, hozz vissza, úgyse fogod tudni, te se. Azt meg tudom csinálni, hogy a folyosón futok vele 20 métert. De fönnakadsz valami. Én a folyosón futkároztam már. Folyosón futkároztam, nem tudtam, én nem tudtam fölfújni. Szia, Jani! Jó szórakozást! Ne, csak itt kint! Hova megy? De esélytelen, hát nem tudja meglengetni, mert leér az ő magasságából, leér a földre. Jani, nem látjuk! Hova ment? Gyere már vissza! Hova ment a Jani? Szóltok már ki, hogy jöjjön már vissza, csináljon már itt vele egy kört, nem látjuk. De széllel bárki föl tudja fújni, tehát ha kiment. Futkározik a folyosón. Hát de ez egy rádióadás. De nem áll, gyerekek, hát nem első mozis, komolyan mondom. Hát, nem egy cica vízió, ez egy rádiószakkör így. Hova ment? Gyere vissza! Egy kis, látod a kis testét, ahogy rohangál a folyosón ide-oda? És az rövid nadrágjában, és egy kis magas szárú tornacipőjével? Az baj, hogy ő nem tudja olyan magasra tartani, hogy ne érjen le. Érted? Tehát, hogy, de ezt most nem azért szúrtam, mert én meg 2 méteres vagyok, csak tényleg nem tudja így fölfújni. Na gyere vissza! Azt írja valaki, javítsd meg magyarosan, sziget előszalag bicikli pumpa. Jó, ja, és akkor fölfújod minden nap. A Jani egyébként mindenbe presztis kérdést csinál, most addig nem jön vissza, míg nem fújja föl. Tehát neki az élet egy örök harc. Hamarosan 10 óra. Most ahol látják a Néplégetbe futkározni egy kicsi csávót egy ilyen... Tessék, jön már? Egy hatalmas nagy zsákkal maga mögött, akkor az a János. Na? De nem jön, mi beakadt a izébe, a kilincsbe a vége, és ott rángatja, vagy mit csinál? Nézd már meg, hova ment. Megvan. Na? Na? Megvolt, csak leeresztett. Gyerekek, nem kell elmenni. Hát itt lehet egyet körözni vele. Hát ez ide beállsz középre. Mondd. Ez egy óriás baromság. Nekem mondod, én fizettem. Nekem mondod? Egy... Feltesz. Jó, megvan jár. Feri mondjuk kettőt belefújt, úgy lehet, hogy menni fog. Bármióta dohányzol, már nem olyan a tüdőkapacitásod újra egyébként. Jó. Hova? Két forintet nem ért. De van egy műanyag betét, egy zacskó van benne. Az. Lehet, hogy nem csomagoltuk ki, és az a baj? Hát ez nem kell bele, gyerek. Ez nem kell. De az benne van, az kell bele. Hogy kéne már? Hát akkor bele lenne ragasztva, gyerek. Hát akkor vedd ki. Hát ez nem kell. Mi baj lehet? Aha. Mit feszítünk vele? Hát ez szed ki belőle. Ja, így könnyű lesz. Ugye én is fel tudom fújni, Feri, ha kiveszem belőle a csomagolást. Hallott, ki se csomagoltuk. Aha. Juli, nem csomagoltuk ki. Ja, de kell bele, mert ide van ragasztva az alja. Most már biztos, hogy nem fogja be összeváltani. Kösz szépen, hogy tönkretetted le a garancia. Igen, most töltetted meg a garimat. Kösz szépen. Aha. Na, most már biztos menni fog.
Hát de figyelj, az normális, hogy nincs beledolgozva ez aha a nylon zacskó. Mi vagy te ugye valami izé ellenőr? Menj, azt fújt föl. Én most is mindig valami csinálni. Izó ellenőr vagy. Menj, kipróbáld meg felfújni. Hát én honnan jöttél? Én ideges leszek, amikor kiderül, hogy hülye vagyok valami. Ki vagy te? Fogyasztóvédelemtől jöttél, érted? Hát emeld föl a kezed, próbáld meg felfújni. Vegyük videóra ezt is. Jó van. Aha. Na, picit de nehezítette. Én ezt becsülöm a felében, hogy most egy picit nehezített is rajta. Tehát ő innen összegyűlte saját magának, persze. Jó, aha. Feri felállt. Figyelj. Feri, az a lényeg, hogy ne nyújtsd ki nagyon a kezed, minden, mert ott tényleg ritkább a levegő. Figyelj. Minden mikrofon, hangfal, monitor, mindbe bele fog akadni. Jó, figyelj. Megpróbálom megkörözni, nem elindult oda az nézni. Óriás, elindult. Fölvette a levegőt. Rázza balra, já! Azt. De béna vagy, úristen, mert suta vagy. Meg lesz, aha, most már belement a levegő. Atya Isten, te is milyen suta vagy, Jézus Mária. Jó, tízig van idő. Meg lesz, Feri. Nagyon jó. Meg lesz. Mindjárt lehet, nagyon, mindjárt na, rá tudsz ülni. Huppanj rá! De jó lendületesen. Jó, gyerekek, elmondom, Ferinek se sikerült semmi. Egy, nem tudom, negyed köbméternyi levegőt nem sikerült belerakni. Tele van! Micsoda? Persze, tele van. Ha van otthon farakás takar levele, jó lesz, hogy nehogy megázza. Az jaj, de kényelmes. Na, oké, okay, kérdezem én, kitől kell visszaszedni a pénzt? Hogy tudjuk így visszaszedni? Hogy tudjuk nézzük őket feljelenteni a fogyasztóvédelemért? Azonnal, nézzük meg egy gyíkot. A gyakran ismételt kérdésre. Hogy ja, azt hittem, hogy meg akarod nézni a gyíkot. Így van. Mondom, megmutatom szívesen. Ma reggel még úgysem mutattam meg senkinek. Gyakran ismételt kérdések? Igen, szerintem. Mindig egyébként a vásárlás előtt érdemes ezeket átolvasni, de most mi ebben az esetben kicsit formabontok leszünk, és nézzük meg. Most figyelj. Egyébként megnyugodtam, hogy nektek sem megy, mert nagyon rossz érzés lett volna elsőre fölfújjátok. Ah, hát Feri kivette belőle a nejlont. Második próbálkozás. Aha, egyre jobb. Aha, semmennyi levegő nem. Figyelj, igen? De. Figyelünk. Igen? Mert mire jöttél rá? Mondd. Mert kettőt, én megnéztem a videót, és ott kétszer húz a csávó. Tehát egyszer kicsit lihegsz, megnáljon a szíved, nehogy baj legyen. Azt mondja, egyszer megvan, kétszer megvan. Igen? Jó, jó lesz az. Csak mondom, hogy jó, érted? Aha, értem, de ez ó, nem... egy hatalmas vaginát csináltál belőle. Aha, adj neki. Ennyi. Jó, nagyon jó, csak nem kanapja, hanem puf. Sikerült. Megcsinálta. Ne, én imádom, hogy Feri ebből presztízs kérdést. Persze. Igen. Jó, az előbb te rohangáltál a folyosón az videóra. Ez mind a kettőtöknek egy presztízs harc volt, én azért ezt láttam. Mit csinált, Feri? Kész. Oh. Tényleg megcsinálta. Tényleg megcsinálta? Tényleg megcsinálta. Na. Akkor most zenéljünk. És látom, hogy kettőnk közül téged érdekel is. Én kicsit el vagyok keseredve, hogy megcsinálta. Szerettem volna, nem csinálják. Akkor viszont működik. Na. Látod, Gyuli, mondtam én, hogy vegyük így meg. Van. Hát nem hiszel nekem soha. Látod, látod. Hát mondtam én, hogy működik. Hát leeresztet? Azt hittétek, nem működik. Kell bele a nájlon, mert így leereszt. Úgy viszont nem tudod felfújni. Nájlon nélkül könnyű. Hát vagy az egyik, vagy a másik. Most minden nem lehet. Most akkor mi vagyunk bének, vagy rossz a termék? Mondjuk ki. Akkor jó a termék. Valamennyire föl lehet. De úgy, ahogy azt a videó mutatják, úgy nem lehet megcsinálni. Tehát, hogy mi? És ők hány hónapig gyakorolták? Vagy ez valami felsőfokú képzettség? Vagy okkátis képzés. Nem. Fújt fel a futár. Olyan nincsen, hogy megveszed, kimész a parkolóba a sportáruháznak, vagy nem tudom minek, a Barkács, vagy mit tudom én, milyen áruháznak a parkolójába, és kettőt húzol vele, és már kész is. Nem, ilyen nincs. Néztem egyébként, hogy szélcsendben csinálják-e, vagy szélben, de nem láttam különbséget azoknak, akik nem sikerült, hogy szélcsend volt, és azoknál, akiknél sikerült, hogy ott szél volt. Tehát nem, ezt nem tudtam megnézni. Nem láttam a különbséget. Hogy szél volt-e, vagy sem? Igen. Csak az volt a feltűnő, hogy elvitt egy ilyen faházat, meg egy víztornyot, egy komált, és egy kislányt, egy kiskutyával, és azt kiabált, hogy Doroti. Jó, Feri, te jutottál a legtovább. Ennyi. Jó? Na, vissza kell tenni. Köszönöm szépen, kicsit belefáradtam, de megcsináltam. Kis testmozgásba. Jó, Ferinek sikerült. Visszarakjátok a nájlont, jó lesz. Jár a taps. Látod, Gyuli? Mindig hallgassám, ha valamit meg akarsz venni. Mondtam, hogy ez egy jó termék. Oké, hát akkor megadjuk, működik alapjában jövő. Gyorsan mutatjuk a három sugrást, figyelj mindenki. Ó, voltak egészen jó dalok benne. Mutatjuk még egyszer. Nagyon jó. Mit hallottunk, drága hallgató? Nagyon jó. Geri kérdezi, illetve írja, hogy az elejéről lemaradtam, mi a szar ez. Nem érdekes. Nincs benne több. Ahogy mondtad, pontosan az. 2 perc pontosan 9 óra. Open your eyes. Time to wake up now. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádió.
rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk pontosan 12 perccel. Kid Rock. Én szeretem ezt a dalt. Jó. Ez egy jó dal. Kid Rock jó. Ez egy jó kis dal. Mostanában elment egy kicsit ilyen érzelmesebb irányba, meg állandóan country-t nyom, meg mit tudom én. Nem lehet? Azért country zenét. Szerelmesebb emételbe. Nem, hanem az érzelmesebb irányba. Ja? Nem. Ez szerelmes. Hidd el, hogy ő nem olyan. Nem, egy rocker nem lehet szerelmes, ő kis kancsi. Francba az érzelmekkel? Nála nem lehet soha eldönteni egyébként, hogy ő valójában mi. Tehát, hogy ő most egy hip-hop arc, vagy egy rocker, vagy egy country énekes, ő sokféle műfajba tesz kirándulásokat, úgyhogy, és egyébként szeret élni, és nagyon jó csajai voltak, és irgalmatlan szemtege felül. Azért Pamela Anderson, az egy pacsi. Azért az. Szóval azért az. Azért egy pacsi. Benne van a az önéletrajzodban, meg a... Bizony. Azért az nem rossz. Nem is tudom, a biografitban, hogy azért ott volt Pamela Anderson. Azért ez nem. Még mindig... Inkább sose voltak az esetemek a nagymellű, ilyen playboy-os cica babák egyébként. Nekem se, de vannak kivételek kb. 30-40. De te azért tudsz kivételt tenni. De hát az Pamela nagyon... Na jó csaj volt. Mert ráadásul meg egy jó arc is, tehát hogy kifejezetten szellemes is, lehet vele röhögni, veszi a lapot. Tehát azért volt egy-két olyan söműsor, ahol enyhén szólva is egy a nyelvük végén, a szó átvitt értelme tűzték, humoristák, meg stand-uposok is egyáltalán nem sértődött. Egyáltalán nem sértődött meg. Amit megpróbáltak itthon is meghonosítani. Igen. Csak a nép fölháborodott. Egy lett belőle. Nem értették a dolgot. Nem működött, igen. Egy hallgatónk hozott nekünk házi sajtokat. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nagyon drága, végigkóstoltam az összeset. Csodálatosak. Nyugdíjasként egyszer csak rájött, hogy a sajtot szeretne. Csepel szívében, a csepeli sajtmező. Igen, a híres csepeli sajtmezőkön sajtot szeretne gyártani, és hát érdemes volt kipróbálni ezt a kis kirándulást. Bizony, jó kis füstölt parenyica. Nagyon finomakat kaptunk, igen, köszönjük szépen. Nagyon kedvesek. Kiderült, hogy mi a baj. Tudtam. Ja, mi? Amit mondtam az elején, hogy a videó látszik, hogy más az anyag, mi egy utángyártottat vettünk. Ezért nem szabad utángyártottat venni. Mondott te. Te utángyártottat. Mondott te, aki ebből élsz, hogy mindenből megveszed az utángyártottat. Nem szabad utángyártottat venni, egyébként igazad van. Ne. Ez egy más típusú anyag, egy sokkal nehezebb anyag, és van itt egy promóciós kollega, Anita, aki mondta, hogy ők megvették. De már a videó látszott, hogy ez nem az. Ez sose fog nekik rendesen felfújódni, ugyanis ez egy hamisítvány. Rögtön láttam. Ez egy hamisítvány. De kiszúrod a hamisítvány, mi? Hát persze. Szemed van hozzá. Mert nem az a könnyű anyag, amikor segítséget kellett kérnem, hogy kivenjük a folyosóra, érted üresen, akkor már éreztem, hogy itt valami nem stimmel. Szóval ez volt a baj. Képzeld el, mennyi időt fújt volna föl, Feri, egy igazit? Egy másodperc. Ennyi. Fel se állt volna a székből. Egy tűzszent egyet és feláll. Kifújja a levegőt és felfújja. Úgyhogy ez volt a bajom. Kicsit szomorú vagyok. Hát mindegy, megy a lecsóba. Kicsit rá, nem, ráadásul most veszel egyet drágán egy eredetét. Nem, feladom. Miért? De egyébként meg jó. Elment a kedvem tőlem. M7-es 91-es kilométerénél mérnek, vigyázzatok. 86-oson Bősárkány beltörletén rendőrautóból mérnek, szintén 20-astól kaptuk az SMS-t. Valamint a budai pesti alsó rakparton nagyon klasszul lehet haladni, köszönjük szépen, és az M6-os 84-es kilométerénél szintén mérnek, illetve ugyanitt az M6-oson a 109-es kilométernél van egy felüljáró, és ott is mérnek, vigyázzatok. Ági, köszönjük szépen, elküldted nekünk ezt az SMS, drága vagy. Azért azt imádom, hogy a Feri tud ezen presztizsálni, hogy az ezt nagyon... ki fogja felfújni. Nem én meg akartam csinálni, nem harc. A ki fogja felfújni, hanem hogy én föl tudom-e. Engem az nem zavar, hogy te béna vagy, érted? Tudom, tehát, hogy hát tudom, nem, hanem, nem, hogy ez nem rólam szól, ez rólad szól. Van egy cucc, amit itt valaki megvett drága pénzért, működtessé. Szerintem egyáltalán nem baj, hogy te nem a pedagógusi pályát választottad. Szerintem ott minden, hogy nálad okosabb diákot megöltél volna. Hát, hogy képzeld egy tanárdiák meccset. Hát ott törtek volna tért kalácsok. És így zsákolt volna. Nálunk a gyerekkel sincs olyan, hogy ő nyer. Hát most ne. Tanulja meg. Majd ha megnősz, akkor én meg már öreg leszek, akkor majd gyorsabb leszel biciklivel. Nem gondolod? Akkor meg majd ő fog olázni. Hát kicsit így kirugsz oldalra, másik is jár, te meg mész tovább. Viccel? Hát mind olyan nincsen. Biciklizért közben mindig van egy seprő, amit bele tud tolni a gyerek hát első kerekesekedvé. Olyanokat közé. Esnek, érted? Tiszta kék-zöld fog. Na mi van? Nem megy kis hülye. Nem ám aztán lehagyod apádat? Na mi van? Nem tudsz bringázni? Egyszer
kétszer legyorsulja a fatert a gyerek. Garantált a defekt nála. Az ötödik Monopoly táblát veszük, mert széttéptem. Nehogy már. Vicces. Lehet nyerni kinevet a végén. Persze. Lehet nyerni, de csak annak vannak következmények. Már megint nincs vacsora. De rossz érzés, hanem az éhesen lefekült. Biztos, hogy Feriéknél érdemes. Én hagynám a bukit nyerni, mert nem a buki nyer. Akkor nagy a baj. Ott nagy a baj. Feriéknél gyerekek, ott nyerjen a Feri. Legyen rend, érted? Van egy apja a gyereknek, azt majd, ha megnő és eltartja az apját, akkor majd nyeregethet. Hát lehet kint aludni a lábtörlő is, hogy megérted, csítenek szét a szúnyogok kis. Az esik az eső, és nem takarodj kifelé. Az élet egy harc. Hát élet nem, harc. Szokja hát hozzá a gyerek. Ha arról van szó, hogy három közül ki tud felfújni egy ilyet, akkor meg kell mutatni. Feri kicsit ebbe belehalt. Neki minden ilyen kérdés egy komoly presztízs kérdés. Mert meg akarom csinálni. Nem ám azt, hogy itt valaki más fogja ezt felfújni. Fölfújhatta volna. Hát de nem tudta. Persze, nem. Hát én tökéletesen megértelek. Mind a két gyereket szereted, de ezt egy kicsit jobban, aki hagy nyerni. Hát nem. Na, te kapod a szebbhúsit ma is. Igen. Ja, kincsem. Meg se kérdezem a combját, ugye? Nem szabályt a csillagforgatókkal. Hallottatok Tóth Vera... Illetve, Tóth Vera dalt, igen. Hallottatok már valahol a Tóth Vera dalt? Láttatok-e már Falopókot és Fűben Nyuszit? Nem, én együtt dolgozom... Várjál, ez most két sztori? Figyelj csak, elárulhatod, hogy mit csinálsz, mert ma megjelent az újságban. Igen, ez az, én már nem tudom, hogy mit mondhatok, és mint nem a 10 óra... Mondhatok? Nem, szabad el, nem. Ez a páros mű... Nem, már volt sajtótájékoztatója ennek. Hát már mondhatok. Együtt dolgozom Tóth Verával. És ő nagyon-nagyon szépen lefogyott, amivel ő nagyon sokszor próbálkozott. És most hallottam, amit én nem is tudtam egyébként, hogy ő állítólag átesett, de én remélem, hogy ez igaz. Mindjárt megkérdezzük, fölhívjuk, egy gyomor bypass műtéten. Ja, az a gyűrű a bypass. Ez egy érdekes dolog. Uh-huh. Mert hogy ő nagyon sok mindennel próbálkozott eddig, és én nem tudom, hogy ez a gyűrű vagy nem gyűrű, minden esetre 25 kilónál tart, és hát döbbenetes a változás. Egyébként ez tényleg látszik rajta. Uh-huh. Helyes, ragyog, jól érzi magát a bőrében. Én nagyon drukkolok neki, mert itt nagyon sokszor bántották szegényt, és nagyon sokszor hozták méltatlan helyzetbe, vette a szájára a bulvár sajtó, a kommentelők, tényleg rengetegen. Teljesen érdemtelenül egyébként. Mert meg úgy énekel, hogy betérdelsz. Az ő esetében ezzel kell foglalkozni. Hát ilyenkor mindig tehát a kommentelő milyen, meg a troll milyen, látja, hogy fáj, és persze, hogy oda, ahol érzi, hogy ott van a seb, ott van, ahogy hívják, ott van a fájdalmas, mond, azt nyomogatja, azt támadja. Vera nagyon sokszor ezt merre szívta, meg tényleg fájt neki, és ez érződött is a kommentekben, és érződött a reakció. Most persze, hogy a troll akkor ott kezdi a... Persze, de hogy igen, hát ő nagyon sok mindenen átesett, úgy értem, hogy lelki megrázkodtatáson, meg bántáson, és most olvasom ezt a gyomor bypass műtétet. Ez miről szól? Szerintem ez nem a gyűrű, hanem ez egy másfajta beavatkozás, amit én eddig nem ismertem. És azt a gyűrűset se értettem, ott mi történt ott rá? Ott leszűkítik a gyomor, de a gyomor befogadó képesség. Tehát, hogy kevesebbet tudsz enni, és kevesebbtől jól laksz. Látsz magad egy vízzel felfújt zacskót, az a gyomor, és fölülről ráhúzol egy gyűrűt, ugye, és aha, akkor az szépen összenyomja a térfogat. Az is tehát működik. Hát még azért nem mennék doktorira így. Ha ezt húznám nem tétel, volt rossz. Azért még nem igen, biztos, én megvettem. De hát én miről szól ez a műtét, doktor úr? Egy gyűrűt húzunk a gyomorra? Hát, mit ugye Luffy, tehát tudja, víz. Most miért kell ezt elmagyarázni? Hát csináljuk már, még van egy teniszmeccs. De hogy nagyon sokan ugye küzdenek a súlyukkal, és hát nálunk ez egyfajta ilyen, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen népbetegség. Na, hogy nagyon sokan szeretnének lefogyni, ki így, ki úgy, és a verafogyása most valójában látványos. Az meghozza az ember önbizalmát, önértékelését, nem? Ha eléred azt a súlyt, amit szeretnél. Úgyhogy arra gondoltunk, felhívjuk Verát, hogy meséljen nekünk erről, hogy mivel sikerült ezt elérni, hány kilónál tart, illetve mi még a cél, mert az ember ezen az úton elindul, és sikeres ez a műtét, már pedig úgy néz ki, hogy sikeres volt, akkor további távlatokat tűzhet még ki az ember maga elé. Nem? Hát nem tudom, meddig akar fogyni, de nyilván, ha most ez működik, akkor. Na mindjárt megkérdezzük. Itt van velünk Vera, jó reggelt! Hello! Hello! Szia! Ciao! Figyelj! Ez most, igen? Ez igaz, vagy nem, mert én már nem is tudom, hogy mit higgyek az ember. Hogy együtt dolgoztok. Hogy együtt dolgozunk. Tényleg te vagy az, akivel dolgozom? Nem, igen, ez is igaz, és ennek én nagyon örülök. Nagyon jó mulatok, és nagyon-nagyon elmesznétek már doktorálni, tényleg, vagy doktorira. Látod? Hát minden ezért. Úgyhogy igen, tehát nagyon jól mondtad, hogy a gyűrű az egy más eljárás. Az egy másik igen, történet. Igaz, hogy gastric bypass, tehát gyomor bypass műtétet végeztek el rajtam március 30-án, és hát 4 hónap alatt most már 30 kilónál tartok, és baromira jól érzem magam ott a bőrömben, tehát ez egy nagyon jó döntés volt, és bárki, aki ezt megcsináltatja, így vélekedik erről.
és ezt Veszprémben csinálják ezt a műtétet, dr. Mohos Elemér, a veszprémi sebészeti osztálynak a főorvosa csinálja ezt a műtétet, ő Ausztriából hozta el Magyarországra, és egyébként ez egy amerikai eljárás, ez 50 éves múltra tekint vissza, tulajdonképpen arról szól, hogy tehát nem keverjük össze a gyűrűvel, így van, tehát nem is gyomorszűkítő műtét, mert én először mindig ezt mondtam, és akkor aztán a doki elmondta, hogy hát ez azért nem egészen így van, mert ez egy másik, tehát ennek van háromféle. Van ez a slave, amiben a gyomrot kiveszik, de itt a gyomor benn marad, csak a gyomornak a felső részéből levágnak egy ilyen feles pohárnyi darabot, azt egy kicsit most undi lesz, amit mondok, de ezt sajnos másképp nem tudom. Mondjuk úgy, hogy az emésztőrendszert egy picit átplasztikázzák, ha úgy veszük. Tehát a vékonybélnek az utolsó másfél méterét hozzávezetik ehhez az új gyomorkához. A régi gyomor a patkóbéllel együtt bekerül emögé. A két bél, tehát a patkóbél és a vékonybél találkozik egy Y-formában, ugye? És onnan megy tovább gyakorlatilag. Az egyikben tök egyszerű, mert az új gyomorból a tápanyag, a régi gyomorból az emésztő nedvek és az ilyen hasnyálvédleg, egyéb dolgok. Azért, hogy lehet, hogy menni tudod. Na, most elég gondolni hangzik, de hogy abszolút így működik. Rákuporodik a fajancra. Így van. Közösek vagyunk. Bár eddig is jutottunk az életben, ebben egyek vagyunk, hogy reggel ott ülünk a fajancon, ugye tudjuk. Hát az a jobbik eset, a reggel ott ülsz, tehát az egészséges. Kvázi gyomor kisebbítő, tehát kapsz, a gyomor térfogatát szűkítik le valamennyivel. Így van, aha. Így van, tehát ez egy sokkal kitett, egy a gyomrod most mondjuk másfél-két literes körülbelül, ez most egy 5 centes pohárkának felel meg, és maga a gyomor, tehát az elveszíti a tároló funkcióját, tehát megszűnik szemetes ládának lenni, és ami a legfontosabb, hogy nem találkoznak ezek az emésztőnedvek a tápanyaggal, tehát nem váltanak ki olyan hormonális problémákat, meg olyan szervezete káros funkciókat, amiket ugye előtte bármilyen, tehát most az ember bármennyire is próbál odafigyelni, sokszor nem tudja elkerülni, egy szemetet egyen meg. Tehát most érted, bemész, nem nincs időd, bemész egy meghide, mit tudom én, és sajnos gyors éttermi kaját tudsz enni, abban meg nem mindig az van, amit szeretnél, hogy legyen benne, és ezek van, hogy hetekig ott maradnak az emésztő rendszerünkben, és hát kárt okoznak nekünk. És neked ezt az utat lerövidítik? Vagy ezzel a műtéttel kikerülöd? Tehát gyakorlatilag ez megszűnik. Tehát, hogy megszűnik tehát ugye a felszívódás a legfontosabb, hogy ez egy ilyen 20%-os lesz, és eddig, mit tudom én, felszívódott a tápanyag 80%-a, most felszívódik a 20%-a, de ugyan, és egyrészt kevesebbit is tud az ember enni. Tehát kevésbé vagy éhes a műtét után? Én éhesnek éhes vagyok sajnos, de igen, tehát a műtétet követő első 3-4 hónap az úgy telik el, hogy mint egy kisbaba, amikor elkezd kajálni, hogy ugyanúgy ez a folyékony, aztán pépes, aztán jöhetnek a szilárd dolgok. Azt a mindenit. Ami egyébként nem annyira vészes, mint ahogy így hangzik, mert én először ettől féltem, hogy úristen, mit fogok enni, meg hogy lesz ez az egész, de annyira automatikussá válik, tehát ez a bűvös 21 nap, ugye mondják, hogy körülbelül az ember mondjuk a dohányzásról szeretne leszokni, vagy bármilyen függőséget szeretne elhagyni, akkor körülbelül egy ilyen 21 nap az a kritikus. Ha működik ez a bűvös 21 nap, hogy itt leteszed a cigit, vagy nem eszel olyanokat, amiket mondjuk előtte, akkor utána már könnyebb lesz. Na most ennél is tökre működött, és észre sem vettem, hogy körülbelül a 3 hét volt, míg átszoktattam magam erre az étkezésé. Tehát erre az életmódra. Ez egy folyékony pépes cuccot jelent az elején? Amit enned igen, kell? Mondjuk én egy hét után már libacököcsűt egyszerűen. Tudásabtál neki. És ezt masszívan rejtegetted a párnád alatt, mikor jött a doki. Jó volt ez a folyékony krumplipüré, nagyon jó, de most már együnk valami szilárdat. Jó, dobja meg kavicsal az ablakot, én kinyitom magam, majd bedob másfél kilót tepert. Igen, de egyébként attól, hogy megműtött az embert, ott egy kicsit változott az ízérzékelés, és sokkal erősebb lesz, és mindennek sokkal intenzívebb íze van most már. És mondjuk én imádom a főzőrészeket, és imádom az ilyen pépes kajákat, tehát nekem ez nem okozott akkora gondot, ezek tök finomak. Tehát megcsinálhatsz egy csirkepaprikást is letúrmixolva, meg mit tudom, annak is tök finom íze van. Arról mondanak valamit, hogy az ember a testvérjának hány százalékát tudja ezzel elveszteni, ugye mindenki más kilót, vagy mondanak egy átlagszámot, hogyha ezt a bizonyítani meg? Igen, 80.
80%-át elveszíti az ember a test a túlsúlyának. Ja, a túlsúlyának a 80%-át. Aha, igen, nem a test súlyának, hanem a túlsúlyának a 80%-át. Azt a mindenit. És körülbelül minimum 40 kilós fogyás várható egy, egy ilyen műtét után. De általában ez azt hiszik, hogy ki hány kiló. Most nézd, ha valaki 2000 kilóssal megcsináltatja a bypass-t, akkor olyan, én azt láttam, hogy körülbelül 80 kilókat le tudnak fogyni. Tehát akkor neked a 25 kilón, ahol most tartasz, ebben még van ennyi? Vagy 30. Még 30-nál tartasz most? Igen. És még van benne mondjuk egy 15-20? 20 kiló, így van. Tehát nekem hiszen van egy mértékecsük, vagy egy egyenlet, amivel az orvos számol. A gondolom én a testsúlyból és a magasságból számolja ki. De érdekes. Nekem egy második fokú elhízás volt. És hát az gondolhatod, hogy van, akinél most a nálam 47%-es volt a zsír, tehát a BMI, ugye amennyi zsír százalékon volt, tehát nagyon-nagyon-nagyon, tehát mondjuk neked 18% a normális, egy embernél nekem 47 volt. Aha. Tehát ez 20-szal több, mint amennyi egyébként megengedett, szóval ez nagyon-nagyon sok. És a gyomor nem tágul vissza egy idő után? Tehát picit. Picit. Vissza is kell, oda is kell figyelni körülbelül egy év után az étkezésre. Tehát az a jó, hogyha valaki már úgy kezdi a bypass után az életmódját, hogy azért odafigyel a bevitt szénhidrát mennyiségre, de ugye mivel itt tápanyagot vesz itt az ember, tehát itt a fehérjére, a B12 vitaminra, a vasra nagyon oda kell figyelni ezután, tehát meg a D-vitamin, ugye nagyon fontos, nekem például most ilyen csomókban hullik ki a hajam. No. Hála Istennek sok hajam van, tehát nem látszik annyira. De ez mitől? A mindenség a fehérje hiány, mert ugye a fehérje felszívódása is megváltozik, és az a haj növekedését is egyéb ilyen. Tehát akkor azért ennek vannak árnyoldalai. Igen, vannak. Kevésbé szívódik föl a táplálék, amit mondasz. Igen. Hogy így van, és fehérjeségeket kellene innom, de egyelőre nem bírja a szervezetem a fehérjeséget. De nem lehet tepertő ízűt kapni. Ugye a hússal tudom visszapótolni, abban viszont sok halat és hús és fehérjedús. Uh-huh. Tehát a ketogén diéta az abszolút működik például ennél a történetnél, de azt mondják, hogy az első évben nem igen kell odafigyelni, mert a szénhidrát sem szívódik annyira, csak utána meg nehezebb visszafogni. Tehát van, aki mondjuk 10-12 kilót visszahívik, de annyit hát már soha nem tud. De úgyis nagyon szép egyébként. Vera, ahhoz, hogy ezt így elmond, részt kellett venned egy OKS képzésen? Mert hogy lassan egy picit olyan. Gondolhatod, ha ilyen műtétre adod a fejed, akkor azért elkezdesz a szakirodalomban olvasni. Én gyakorlatilag addig nem ezt simán meg tudtam volna viszni magam, hogy oda tudom viszni aztára. Tükörben. Tehát a doki már ő mellettem, és csak hallgat, amikor elkezdett erről beszélni. De amikor én bejelentkeztem a Facebook oldalamon élőben az orvosommal, akkor én azért is raktam magam mellé az orvost, hogy ne beszéljek hülyeségeket. Hogy nem mondja olyat, ami nem valós. Aha. Nem mondjak olyat, tehát hogy az ilyen orvosi részét, ami már tényleg abszolút, ami nekem teljesen kasuki, azt már mondja elő, tehát nyilvánvalóan ezt jobban el tudnám mondani, de egyébként ennek pontosan jó, hogy ennyi a lényege, hogy amit én elmondtam erre a műtétre, tehát azért ez egy sokkal nehezebb folyamat, sokkal lelkileg is nehéz. Figyelj, és volt egy cég, aki visszaélt az arcoddal, és reklámoz... Igen, kettő is. Tehát volt. Feltettek úgy valamilyen terméket reklámozni, te ott szerepeltél mellette az arcoddal, úgyhogy te erről nem tudtál? Igen, ez nagyon felháborító volt, mert volt az egyik cég, amivel egy ügynök, tehát maga... Szívem, egy picit bocsánat, ne haragudj, halló, a telefont próbáld már egy kicsit másképp tart. Igen. Nem, az a durva, hogy szerintem csak nekünk a fülünk, meg kifele nem. Mert itt most jobb lett nekünk. Mert alig hallunk, vagy alig értjük, amit mondasz. Jézusom, de ez egy technikai... valami baj van a telefonon. Nem, minden telefonálónál van ez, ami fülünkre máshogy jön vissza. Kifel állítólag jó. De semmi gond, mert az elején, amikor köszöntük egymásnak, még jó volt. Utána volt egy pici szünet, egy 10 perc. Elkezdenéd újra, dehogyis nem. Nekünk van egy ilyen kis technikai zűrünk, de kifel állítólag jó. Szóval, hogy visszaéltek veled. Igen, kettő cég is. Az egyik cégnél az ügynöknek volt egy magánakciója, hogy azzal a termékkel, vagy nyilvánvalóan jobban akart, hogy szerette volna, hogy jobban fogjon a termék, illetve a másiknál meg viszont pofátlan módon konkrétan bereklámozták a terméket az én nevemet. Ez ilyen epic story volt, ugye külföldi szerverről működő fake oldal,
az egyik televízióadónak a reggeli műsorának nagy kísértetiesen hangzott az internet cím, ami tehát nem, most nem tudom, hogy ki lehet-e mondani nálatok. Nyugodtan, bármit nyugodtan. Szem három kafé, ugye tudjuk, hogy a TV2-nek az egyik ilyen reggeli műsora, és ez egy FM3 kafé, és mindenki szegények azt hitték, hogy ez az, annak az oldala, és egy ilyen, nem tudom, milyen live, vagy nem tudom, milyen termék volt, és de legalább profilba vágott, vagy függönytisztítást és padlószőnyegtisztítást reklámoztak, vagy van a fogyasztószervet, hogy te diétás terméket. Aha. Valószínűleg egy olyan diétás lötyi, ami egyáltalán nem használ, és ugye annyi volt a lényeg, hogy az volt az egészen a legnagyobb poén, hogy ugye először bereklámoztam, utána én kiraktam a Facebook oldalra, hogy ez nem igaz, és hogy ne higgyenek neki. Nem azért raktam ki, hogy én most szereplési kényszeret éreztem, hanem azért, hogy ne vágjanak hát át egy csomó ember. Majd utána azt írta az oldal, hogy azért léptem vissza, mert hogy én ezt ingyen bevállaltam, aztán pénzt kértem, és ők nem fizettek, és én ezért léptem vissza, és azért mondtam, hogy mégsem ettől vagyok. Szóval egy pofátlan módon így brutál volt. Én még ilyet nem is hallottam, hogy ilyet valakivel megcsinálnak. Elképesztő. És akkor képzeld el, hogy miután még egyszer kiraktam az oldalra, hogy tényleg ne higgyék el, hogy ettől lehet, hogy meg szerintem ez biztos, hogy egy kamu. Ez az illető belemászott a profilomba, letiltott a saját oldalamról, tehát így gyakorlatilag kitúrt a saját oldalam, és kitörölt ezt a posztot, aztán egy csodával határos módon vissza tudtam lépni az oldalamra, tehát azért ugye 140 ezer like van most már a Facebook rajongói oldalamon, elég nehéz lett volna feldolgozni, ha ezt kitörni vagy. Persze. Szóval, hogyha egyel mondjuk szemetebb lesz, és akkor azt mondja, hogy na hát akkor jó, akkor töröljük ki a Tóth Feri oldalát, ha már ezt így írta. Szóval nagyon örültem neki, hogy ez nem történt meg, és hát azóta keressük ezt az életet, de sajnos nagyon nehéz megtalálni ezeket a külföldi szerverről működő oldalakat, illetve a rendelési folyamat sem működik úgy egyébként, mint ahogy kellene, úgyhogy valószínűleg ez most így fog maradni. Ja, de ha megtaláljátok, rakhatok egy gyomorgyűrűt a nyakára, nem? A nyakára, igen. Igen, jó, szorosan. Na jó, Amber, hát nagyon drukkolunk neked, jó ezt látni egyébként, és örülünk, hát azért te is átmentél annyi mindenem már, és annyit bántottak, meg annyit zrikáltak, meg annyiszor rúgtak belé, teljesen jogtalanul egyébként, mert ez mindenkinek a magánügye, hogy éli az életét, hogy néz ki, mivel. Igen, kérdezik, hogy ismányom, azért ugrom is ezekre a dolgokra, mert annyira, tehát tisztában vagyok vele, hogy egy közszereplőnek vannak azért hátrányai az életének, de hogy azért van egy bizonyos határ, és igen, szóval nagyon-nagyon sok, tehát 12 éve robbantam be így a köztudatba, és mondjuk 12 év alatt egyszer sem porosodott be a téma, hogy én hány kiló vagyok, és mindig egy központi dolog volt az életemben, amit hát, én megszoktam, meg elfogadtam, de igen, szóval igazából nem is az zavar, hogy ez erről írnak, meg úgyhogy ha segít bárkinek, akkor egy embernek segítettem, akkor megérte erről beszélni. Inkább az emberek egymás iránti viselkedés és rossz indulata az amit nem tudok feldolgozni sokszor, és ez zavar. Tehát, hát látják, hogy sikeres más. Vagy, látják, hogy, vagy hallják, hogy fantasztikus, érdekes nő vagy, akkor mire erre a reakció? Dagadt. Igen, rúgjuk meg. Jó, hát azért mi szoktunk egymás között, nem tudom én nézni, mekkora feneke van az adott időt. Mi sem vagyunk bakkalók, de ezt tudunk. Az én múltamban is van olyan, amikor még nem bántam. Jaj, láttam én az Balázs. Amikor 18 évesen még kevésbé gondoltam humánusan a nálunk kicsit túlsúlyosabb emberekre, de azért azóta már komolyabb 20 évet, és sokszor megkövettem magam. Igen. Az egyik utolsó projektünk lesz majd itt novemberig, hogy megkeressük a kislány. Egy hatalmas csokorvirággal megkopogtató. Hát nézd, mindenkinek vannak sötét fotjai az életében, nekem is vannak. Igen, az enyémet már kevésbé tudom elrejteni. Igen. Nagyon sok fotja van látták. Vera, puszilunk, örülünk, tök puszi. Jó volt ezt hallani. Vigyázz magadra. Köszönjük szépen Tóth Verának, puszi. Hello. Hogy azért ebben az egészben az a legérdekesebb, hogy hol tart már az orvostudomány. Azt csinálják, amit akarnak, kivesznek, leszabnak, átszabnak, belerakják, lerövidítik, visszarakják, és boldog az, hogy hová tart ez a világ. Nem? Értettünk az egészből, hogy feles pohár. Még többet azért egy kicsit, de én ott megálltam. Na, játszunk egy jó kis hármasugrás, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt!
Hello Balázs, honnan hívtál minket Balázs? Miskolcról. Miskolcról, mit csinálsz? Én egy irodaszercégnél vagyok, operátor. Operátorként dolgozol. Oké. Okay. Jani, mit tudunk a kérdésekről? A kérdések könnyű. Könnyű? Mint a fogyás gyomor bypass-szal. Így szól az első kérdés, nyakbalkasztóját. Morning Show, Class FM és nyakbalkasztóját. Minek az istene volt a római mitológiában Neptunus? A tengerek? Így van. Jó vagy. Menjünk tovább? Persze. Melyik filmben játszott egy Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Jet Li és Jason Statham? Feláldozható. Így is van. Nagyon barátságos kis kérdés sort ritjentette Jani. Morning Show-s óráért jöjjön a következő kérdés. Jöjjön, természetesen. Tényleg? Ha, menjünk. Bátor. Melyik amerikai államban van Las Vegas? Nevada. Figyelj! Hát ez nagyon ott vagy. Csod nélkül. Nagyon ott vagy. Megvan az ajándék. Azok jó kérdések voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Balázs, megvan az ajándékcsomag. Voltál már Vegasban egyébként? Még nem. Lehet menni? Hát ha van pénzed rá, akkor igen. Szokták igen, mondani. Igen. Köszi a játékot, ügyes voltál, ez gyors volt. Én is köszönöm szépen. Gratulálunk. Ciao, ciao. Köszi. Hello. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3-10 lesz, 7 perc, szóval jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatában. Ez itt a Morning Show, a Class FM-en. Nem megy ki megkóstolni, de csomagolni az itt csomagol. Na, hát figyelj, kell a családnak. Ennyi. Megvan? Elcsomagoltad? Tettél, jut is, marad is? Nem, most lehet, hogy a papírzacskót simogatta az előbb, hogy az a tudod, a vissza akarja forgatni, tehát hogy ökotudatosan felhasználja, de tettél el? Tettél el, megvan, elcsomagoltad? Mindent? Megvan? Hát vicceltek, persze, hogy tettem el. Én mondtam is neki, hogy én itt most nem fogok belőle lenni, mert én nem ebédeltem. De otthon természetesen fogyasztunk belőle, és nagyon örült neki. Mi van, ha ezt egy falat sajtot úgy, hogy mondjuk 2 óra múlva ebédelsz? Tehát, én precíz ember vagyok. Ez igaz. Nem, Mr. Metronom vagyok. Egy patekóra vagy, egy Schaffhausen. Úgyhogy nem. Elképesztő vagy, elképesztő vagy. Jani reggel 8 óra óta nem eszik semmit, mert ő ebédel. Tehát, hogy így... És hányan vannak ezzel így, hogy ebédelnek még? Azok mondjuk, nem ilyen karcsúak. Hát ez legyen az ő problémája. De hogy egy falat sajt egyébként bezavar a déli ebédbe? Vagy tehát, hogy mi a lényege? Ugye egy hallgató hozott nekünk sajtot, és János sose kóstol meg semmit, bármit hoznak a hallgatók, ő hazavisz, elcsomagol. De hogy délben egy vagy... falatot ettem belőle. Igen? És ő kellemes. Tényleg nagyon jó kis. Főleg van egy ilyen trapista jellegű, az hetekig érlelt, ezen érződik rajta, hogy nagyon karakteres. Tehát de amit most mondjuk sajtba beviszel, olyat nem lehet csinálni, azt az ebédből kiveszed? Tehát, hogy a, érted? Kalóriát, vagy nem tudom, zsírt, nem. Vagy... Magyarinak az ízérzékelésébe zavar bele, már rájöttem. Tehát ő azért nem eszik fél tízkor semmit, hogy délben ebéd, de hogy nehogy... Az étvágy, az eltűnt. Mi, hova mész, bonyolult dolog, tessék, nem. Én nem eszek nagyon bonyolult, meg nagyon ilyen szofisztikált dolgot, sokfélét eszek, és mindegyiknek megvan a maga funkciója a tányéron. Tehát, hogy én azt szeretem, hogyha sok különböző dolog van. Sajtból is, hogyha eszek, akkor 3-4 félét eszek belőle. Mondd már, hogy eszem, létsz, mert... De érted, amit mondok? Te abszolút, kérdem, abszolút, de van néhány olyan dolog van, amitől van. A falra mászom, ez egy eszem, első szem, de én nálad nem szólok direkt, amikor helyeségek nem direkt nem mondom, de te állandóan jó, eszem. Légy szó, hogy csak ez az eszek, jó, ez... Na jó, eszem. Jaj, elgyengültem. Volt egy ilyen feszülés a gyomromban. Aha, na jó. És iszol rá valamit? Ja, hát iszok néha. De rohadék vagy. Na, megmutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Megbeszéltünk egy hírt, ami nagyon helyes volt, egy lengyel néniről. Janinka néni. Janina néni. Huncut 80 éves néni, aki magához felcsábított, vagy ő felment férfiakhoz. Apró hirdetéseken keresztül ismerkedett meg egyébként a férfiakkal. Az ételükbe vagy az italukba a randevú alatt erős nyugtatót kevert, valószínűleg a saját nyugtatóját. És miután a férfiak elkáboltak, Janina néni, aki egyébként 80 éves, kirabolta őket. Kirabolta őket, sok 100 000 forintnak megfelelő zlotyit vitt, pénzt, ékszert, okos eszközöket csent el, mire szegény idős bácsik felébredtek, Janina néninek már csak a hűlt helyét találták. Elkapták egyébként Janina nénit, és 20 év börtönre is ítélhetik. Megpróbáltuk rekonstruálni az esetet, hogy hogy történhetett ez a való életben, és mi, mint akik most nyomozókat alakítunk, ugye, vagy alakítottunk ma reggel, végigmentünk, ugye, hát az eseményeken, időbeli sorrendben, onnantól kezdve Janina
néni feladta a hirdetést, és lelépett a Rolex órával, hogy mi történhetett. Vázoltuk az eseményeket. Így van, rekonstruáltuk, és a nagyok is így csinálják, nem? Hogy igen. Elképzelik, akkor mennek szobáról szobára, megnézik a kis gyógyszeres dobozokat, amiből hiányzik, a kis üres cikória kávés poharakba beleszagolgatnak, megkóstolják a koktélkréket. Végigmentünk, igen, az eseményeke, hogy történhetett. Valamint rendeltünk magunknak tetkót. A tetkó a tetoválásnak magának az a lényege, hogy felteszed magadra, nem a tetoválást mondom, hanem ennek a tetoválásnak a lényege, mert a tetkót nyilván mindenki tudja, és alkohol hatására ez eltűnik. Szerettük volna megnézni, hogy ki issza itt a cégnél a legtöbbet, ki önti magába a legtöbbet, mindenki kapott volna egyet, a sziget alatt ezt mi fölrakjuk magunkra, és megnézzük egy hét múlva, hogy kiről tűnt el. Kivéve Ferit, akinek már ugye a bőre, ugye nem is tudott föltenni. Nem is tudott föltenni, ugye ezt is megbeszéltük. Kiderült, hogy valaki volt annyira leleményes a cégnél, hogy ezt felvette előre, nekünk nem adta oda, tehát megpróbáltuk megint kiugrasztani a nyulat a bokorból, hogy vajon ki lehet a tóval. Ez egy ilyen bűnügyi kilökiadása volt ma a Morningshow-nak. És már kikértem a videó felvételt a portán, úgyhogy retteg nagyon tolvaj. Még most visszaviheted a portára 10-ig. Utána nincs kegyelem. Igen. Mutatjuk már is a nap legjobb is. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3 perc, pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Hello! Belekóstoltam a sajtba. Hát, ne, úgy kérjük magunknak. Ne élj ennyire veszélyesen, Csabi. Lassítj egy kicsit a tempom, mert nekem nem lesz jó vége. Itt ült egy úr, és megkínált. Hát most nem előletek vettem el. Hát azt hittem nekem. De előnünk vetted el, de mindegy. Jó, jól tetted. Az úr már csomagolt, érted? Az úr nagyon lelkesen egy minimum másfél órát itt ült, hogy mindenki kóstolja. Rám várt, hát értsd már meg. Helyes. Hogy én is megkóstoljam. Most mondom, hogy közben már elment, hogy ízlett, köszönöm. Jót hozott egyébként, tényleg. Ennyi? Ennyi. Ja, jó. Aztán, hogy volt folytatás a sztorinak, hogy belekóstoltál és. De jó, melyiket kóstoltad? Mindegyiket? Szerintem mindegyiket. Jó, jót csinált, igen. Tehát amit a Jani meghagyott. Mindegyikből hagytam. Kösz. Egy falatot. Így van. Nekem az már a táskájában. Amiből nem hagytam, arról meséltem. Így van, többi már egy centrum a szatyorban a táskájában. Az asztal alatt, mert mindig oda teszi a csomagolt árut, már kifigyeltem. Az asztal alá. Jól elrejtve. Hát még elviszi az, aki elvitte a tetkót. Így van. Jó, fő a békesség. Fő a békesség, be az asztal alá csomagolt árut. Hívjuk a nap hallgatóját gyorsan. Rajtad van új tetkó, Csabi? Nincs. Akkor nem vagy gyanús. Kellene értenem? Oh, ellopták a tetkóinkat. Néha hallod, akkor sérted. Nincs éve rendes vagy. Jó. Akkor nem. De mi? Mert nem veszi föl. Hát van egy csomó ajándéka, nem? Uh-huh. Na, erről beszéltem az előbb. Jó, nem mindig veszi föl, nem baj. Van egy-két ajándék a nap hallgatójának, de akkor majd ezt átadjuk neki, anélkül, hogy kapna a vendégcsomagot, mert hogy ő a naphallgatója csak nem vette föl. Csabikám, mondj gyorsan, remek zenék! Köteles Leandert hozom, mert tudom, hogy Jani ismeri, szereti. Én nagyon-nagyon szeretem őt régen, most már egy picit azért kezd el poposodni, de ő egy zseniális dalszerző, énekes, zenész. A magyar rock élet egyik kiemelkedő alakjáról van szó, a Leander Rising és a Leander Kiss zenekarokkal, és aztán tett egy ilyen kis kísérletet az Am I God nevű zenekarral, sokan csak Amigodnak hívják, aha, mert így van írva. De onnan jött, hogy feltette magának a kérdés, hogy Am I God, és tőlük a Love Story című dalt hozom nektek. Hallgassátok meg, egy olyan magyar dal, amit ti is szeretni fogtok, ráadásul mind a hárman egyszerre. Hát ő annak idején úgy robbad a köztudatba, hogy úgy érte 100 000-es meg milliós nézettségeket egy dalával, hogy ő forgatta, ő játszotta le, az összes énekelte, minden hangszerelő játszott, tehát szenzációs tehetség. Nagyon-nagyon rendben van a srác. Ez nagyon izgi. Meghallgatjuk, Csabikám. Puszi mindenkinek, holnap jövünk. Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.